Szép jó estét kívánok mindenkinek, sok-sok szeretettel üdvözöljük azokat, akik eljöttek erre a eseményre. Itt nagyon sokan vagyunk, vagy a Sörházban, és hát azokat is üdvözöljük, akik a Facebookon keresztül követik ezt a vitát. Remélhetőleg, hogy lesz egy kis vita, ugyanis egy néhány nappal ezelőtt az RMDSZ kongresszuson három jelölt, plusz még két másik, aki ma sajnos nem tudott eljönni, jelen volt, azonban a vita része elmaradt, de nem is baj, mert azt gondolom, hogy egy kongresszus nem feltétlenül arról kell szóljon, hogy húzzák egymás haját a jelöltek, de egy szájkaráté már annál inkább. Egy néhány percet késtünk, ezért én vagyok a hibás, mert úgy gondoltam, hogy ha időben idejövök, akkor el kell mondjam a jelölteknek, hogy milyen nagyobb témákkal készültem, és az lenne a cél, hogy Borcsalmi Bálint a Facebook túlsó felén tépje ki az összes nem létező hajszálát, hogy a jelöltek nem a message boxokat mondják, nem azt mondják, amire fel voltak készítve, hanem megpróbálunk olyan kérdéseket, olyan nagy témákat bedobni, amiben azért lehet csepegtetni témákból is, hogy nagy baj ne legyen a Majáris utca 60 szám alatt, de egy kicsit, ha lehet, akkor a jelölteket a komfortzónájukból kilendítsük, kimozdítsuk. Mindenképpen örvendek, hogy sor kerül immár egy második ilyen beszélgetésre is, mert igaz, hogy nem itt dől el a sorrend, vagy nem a kongresszuson dőlt el a sorrend, igaz, hogy 37 ember rangsorol, de nem baj, hogyha különbséget tudunk tenni a jelöltek között, meglátjuk, hogy ki miben jó, miben kevésbé jó, ki mit tud elmondani magáról, illetve arról, hogy mit tenne, hogyha bejutna az Európai Parlamentbe. Öt nagyobb témával készültem, és ezen belül vannak nekem is előkészítve több kérdésem, de természetesen a szájkaráté az nem arról szól, hogy én szájkarátézom, vagy a éppen aktuális műsorvezető, moderátor szájkarátézik a meghívottakkal, hanem ti, nektek is lesz nagyon sok lehetőségetek, hogy kérdezzetek. Ez az öt nagy terület, az első az üzeneteknek a csomagja lenne, hiszen én már egyszer valahol láttam kampány belülről, és meggyőződésem, hogy az üzenetek része nagyon-nagyon fontos. Még akkor is, hogyha a nagy, a széles közvélemény sokszor inkább a vérre, vagy egy-egy fekete-fehérben készült pick message-re kapja fel a fejét, de azért az üzenetek mégis a kampányunknak a legfontosabb részei. Aztán kampány technikai kérdésekről is lesz szó. Ez a második nagyobb kategória, amivel előkészültem, ne lessél, Csongi. Aztán pedig beszélgetünk, és itt nem feltétlenül a sorrendben mondom, beszélgetünk egy kicsit a jelölteknek a személyes szennyeséről is, és van egy csomag kérdés, ami én a surmó kérdés kategóriába sorolom, azokat én fogom megfogalmazni, bármennyire hihetetlen tudok surmó lenni. Úgyhogy, hölgyek, urak, indítsunk az első csomaggal. Azt javasolom, hogy a menetrend, hát legalább ezt én javasolom, de Csenge azt mondta, hogy kötelező, hogy egyszer itt mi beszélgetünk egy kicsit egy témában, aztán a mikrofon a tiétek, következő téma, és ugyanígy megyünk tovább. Szóval, üzenetek, találjam meg. Igen, itt van. Szóval az a baj az európai parlamenti választásokkal, és az a baj eddig a kampányal, amit én láttam, mert ugye egyetlen egy dolgot felejtettem el, hogy bemutassam a meghívottjainkat. Teljesen mellékes, aki itt van, az mindenki, igen, hát Csillát ismeri mindenki, de a két urat mindenképpen bemutattam. Hegedűs Csilla középen, tudjátok, a pastély tulajdonos, RMDSZ-nek az ügyvezető alelnöke kulturális kérdésekkel foglalkozik, volt miniszter, meg nagyon sok mindennel foglalkozik, de majd mindenképpen erről is szó lesz a mai nap. Tőle jobbra, mert ugye balra nem mozdulunk, vagy nagyon nehezen mozdulunk manapság az erdélyi magyar politikában, Oltján Csongor, ifjúsági vezető, ő háromszéki, és Vince Loránd, aki hazajött Marosvásárhelyre, és ő ugye a FUEN-nek az elnöke, Brüsszelben él jó néhány éve, és hát az RMDSZ-ben egyáltalán nem hátrány, hogyha valaki rádiós szakember, vagy rádiósként kezdte a pályáját, ugye a szövetségi elnökkel is ez történt, hát Lori 11 néhány évet lehúzott Kolozsváron, majd Bukarestben, rádióban, közrádióban méghozzá, azóta is legendák terjengnek a kolozsvári rádióban, Lóriról nem mondom el, mert nem feltétlenül jó. Szóval, hölgyek, urak, visszakanyarodva az üzenetekre. Az a baj az európai parlamenti választásokkal, hogy
és a kampánnyal, ezzel is, amit láttunk részletekről, hogy ugyanazt látjuk és halljuk és olvassuk. 2007 óta azok a lózungok, azok a szlogenek, hogy ott kell lenni mindenhol, ahol döntenek rólunk, aztán közben kiderült, hogy ott Brüsszelben nem is döntenek rólunk. Akkor ott kell lenni, hogy érjük el, hogy Brüsszelben is rólunk döntsenek. Az önkormányzatokat ki kell szolgáljuk információval, pénzzel. A parlamenti frakciónak Bukarestben szüksége van egy háttérre, amit mi Brüsszelről tudunk biztosítani. Kárpát-medencei magyarok minden országból, minél több országból ott kell legyünk, hogy egységesen lépjünk fel a brüsszeli, stb. Stb. Tudjátok ezeket a lózungokat, tudjátok ezeket az üzeneteket. Mit tud a három jelölt, mit tud az RMDS 2019-ben újat mondani, mi az, amit eddig nem mondtatok el ezzel kapcsolatban. Én azt javasolom, hogy ne stoppereljük az időt, próbáljátok meg összeszedetten fogalmazni, és próbáljátok meg egymásra odafigyelni, hogy akkor ki, mikor kezdi. Nem szabnék erre egy nagyon feszes szabályt. Kezdjük a hölgyekkel, hogy ne legyen veszekedés. Csongi. Nem, csilla, hölgyekkel, igaziból a hölgyekkel. Szép estét kívánok, és elsősorban hadd köszönjem meg, hogy itt lehetek. El kell mondanom, hogy az első szájkaratétól kezdve mindeniket megnéztem live, és nagyon élvezem ezt a hangulatot. Annak idején a népfőiskolák is így indultak Angliában egy kocsmának a hátsó termében, amikor meghívtak egy beszélőt, és utána tartalmas viták alakultak ki. Úgyhogy nagyon élvezem a műfajt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghívtatok ide. Kolozsváron is volt ennek egy gyenge másolata, de ott csak a cirkusz volt, és tulajdonképpen tartalmi kérdés, hát az elékkel is hangzott el. Na most, válaszolva arra, amit Péter kérdezett, elsősorban köszönöm szépen, hogy felmondtad a message boxomat, tehát itt most már innen tovább minden könnyű, nem kell koncentráljak arra, forcsa, ami kipipálja, azt mondja, minden rendben van. Két lényeges dolog változott az eddigi kampányok óta, és mind a kettőt azért elég élénken megéljük mi itt Erdélyben, és nagyon sokan megélik Európában. Az első dolog, ami változott, hogy az elmúlt európai parlamenti választások óta Európát alapjaiban rengette meg néhány dolog. Például az a bevándorló hullám, amire nagyon sokan nagyon sokféle választ adtunk, ki liberálisabbat, ki konzervatívabbat, ki nemzetféltőbbet, ki befogadóbbat, de amire az én véleményem szerint Európának jelenleg nincs válasza. És ez eléggé meghatározza úgy a magyarországi kampányt, mind azt a kampányt, ami itthon van. És a másik dolog, amit nem fogom ellopni senkinek a témáját, de azért nagyon sokan láttuk azt, hogy az elmúlt három esztendőben ugye sikerült összegyűjtenünk 1,3 millió aláírást, és elindult egy olyan kisebbségi, európai kisebbségi polgári kezdeményezés, ami miatt már az őshonos nemzeti kisebbségek, azok már nem egy ismeretlen fogalom Európában, hanem egy olyan realitás, amivel Európa tudja, hogy valamit kell kezdeni. Na most, lévén, hogy ez a két dolog, még egyszer, azért alapjaiban befolyásolja azt, hogy mi történik velünk, ezért úgy gondolom, hogy van alapja annak, amikor azt mondjuk, hogy Európa változás előtt áll. Én látom és hiszem azt, hogy Európa nagyon el kell döntse, hogy mi fog következni. Azt fog-e következni, hogy a nyugat-európai országok diktálják továbbra is az iramot, és mi leszünk a másodrendű állampolgárok, és időnként beszólnak nekünk, hogy leszünk szívesek rendesen viselkedni az óvodába vagy az iskolába, vagy pedig egy olyan Európa következik, ahol azért odafigyelnek a mi igényeinkre is, és ahol például akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy nekünk több támogatást kell, vagy könnyebben lehívható támogatás, vagy maradjon meg például a mezőgazdasági támogatás, vagy egyáltalán a városaink fejlődjenek, akkor erre valaki odafigyel. Tehát én is elég régi kampánymotoros vagyok, és tudom, hogy mindig azt mondtuk, hogy most már ezen áll, vagy bukik minden. Viszont én tényleg egy hihetetlen sanszot látok abban, hogy béke van az erdélyi, vagy a kárpát-medencei magyarok között,
és hogy képesek leszünk egy olyan nagyon erős frakciót, ha igaz, az Európai Néppárt második legnagyobb frakcióját létrehozni, aki már komoly érdekérvényesítést tud elérni. És akkor ilyen értelemben ez azért tényleg egy premier, és ha ezt nem sikerült eddig elég jól elmagyaráznunk, akkor mea culpa, és ezentől még jobban fogjuk. És nem azt, hogy az első újdonságként a migráns témát emlegetted, mert itt azért nagyon sok migráns, nem, a megbevándorlók, nagyon sok bevándorlók nem láttunk, és itt Döme nem haragudna, hogyha mondjuk vacsoráznának egyet, mert gondolom fizetnének utána. Menjünk tovább, akkor most kor szerint Lória, tiéd a szó. Mi az, ami még te mostanáig, mi üzeneteidben mit tudsz újat mondani, a, mondjuk a minority safe-ekről. Kívánok mindenkinek. Én is előbb a szervezőknek szeretném megköszönni ezt a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy jó, hogy vannak ezek a szájkaraték, a kibeszélők. Ugye Erdélyben nincs olyan nagy hagyománya a stand-up comedynek, úgyhogy ezért kell politikusokat ideállítani, hogy azért is éljünk el. Majd megharagudna és Bermegyi Péter, hogy ezt mondja. Még Budapesten művelik, mi itt van. Azt gondolom, hogy például ami változott Brüsszellel kapcsolatban, az az, hogy messze van. És ezt Erdélyből sokszor elmondják, hogy egyáltalán nem látványos az, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, miben befolyásolja a mi életünket. És azért ugye kevesen tudják azt, hogy az élet, a gazdaság különböző ágazataiban kb. 60-70%-a a szabályozásoknak Brüsszelben dől el, tehát Európai Unióban dől el. Ennek közvetlen hatása van a mi életünkre, de mégis úgy teszünk, mintha az nem volna fontos, vagy az mellékes, hogy Brüsszelben mi történik. Másrészt, ami viszont változott, és csatlakozom ahhoz, amit Csilla mondott, én amikor ezelőtt 10 évvel Brüsszelbe kerültem és elkezdtem az Európai Parlamentben dolgozni, az volt a csúcsa a gazdasági válságnak, és akkor jött rá először az Európai Unió, vagy szembesült azzal az egész intézményrendszer, hogy nem biztos, hogy mi erre fel vagyunk készülve, hogy egy ilyen válsághelyzetben választ adjunk európai intézményként. És ez azóta csak fokozódott, én azt mondanám, hogy most az Európai Unió el van bizonytalanodva. Nem tudja, hogy a válsághelyzetekre milyen válaszokat adjon, az egész globális világpolitikai körülményekre hogyan helyezkedjen. Tud-e fellépni egységes tömbként az Amerikai Egyesült Államokkal vagy Kínával való versenyben? Már látjuk, hogy ami az oroszországi kapcsolatot illeti, mennyire bonyolult és mennyire nem tud egységes lenni az Európai Unió. Tehát, hogy mi van ezzel az egésszel? És akkor még ott van általában az az elvárás is az Európai Uniós elit részéről, hogy minden cselekedetünket az értékeinkre alapozzuk. Az, hogy az Európai Unió alapján bizonyos értékek képezik, aztán, hogyha elkezdünk a részleteibe menni, hogy melyek ezek az értékek, és ki hogy értelmezi őket, akkor kiderül, hogy igazából érdekek vannak, és az a jó, hogyha sikerül megteremteni egy érdekközösséget, hogy bizonyos dolgokról ugyanúgy gondolkodunk, és lassan kiukadunk ezzel a téthez, hogy mi a tét, ahhoz, hogy a különböző érdekek mentén milyen többségek alakulnak ki az Európai Unióban, és azt láthattuk, hogy hatalmas az egymásnak feszülés, ami igen a bevándorlást illeti, az elmúlt 3 évet ez uralta. Korábban más válságok hosszabb, rövidebb ideig, és a mi érdekünk természetesen az volna, hogy egy olyan érdekszövetség alakuljon ki, amely az őshonos kisebbségek támogatását fontosnak tartja. Most az, hogy ez nekünk, magyaroknak a legfájóbb annyira, hogy kézbe vettük a dolgokat, és azt mondtuk, hogy Európában elindítunk egy mozgalmat, elindítunk egy kezdeményezést az őshonos kisebbségek védelmében. Én azt gondolom, hogy ez természetes, tehát hogy nem csak itthon próbálunk meg mindent, amit lehet, hanem vagyunk annyira felkészültek, motiváltak, hogy azt mondjuk, hogy Európában is elindítjuk ezt a munkát, és ez kezdődhetett el a FUEN révén, ugye a FUEN az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, ez egy kisebbségi civil szervezet, ernyőszervezet, amelynek több mint 100 tagja van Európa különböző országaiban, összesen 35 államból, tehát nem csak uniósok, hanem unión kívüliek. És akkor együtt teremtettünk meg ott egy platformot, hogy ez a RMDS által megfogalmazott Minority Safe Pact javaslathoz
társakat keressünk Európából, és azért annyira sikerült társakat keresni, hogy kipipálhattuk ezt a feltételt, hogy egy európai kezdeményezéshez ahhoz, hogy méltassák, legalább 1 millió aláírásra van szükség, és legalább 11 országból kell összegyűjteni az aláírások egy minimum számát. Másrészt nyilván a leglátványosabb elem a Minority Safe Pact, de az egész külpolitikai jelenléte az RMDSZ-nek jelentősen erősödött ezekben az években, és mi keressük a válaszokat azokra a kihívásokra, legalábbis a mi szempontunkban, meg a mi érdekeinket képviselve, amelyre az Európai Unió önmagában egyelőre nem képes. És amikor azt mondom, hogy külpolitika, ahhoz hozzáértem az Egyesült Államokat is, hiszen tetszik, nem tetszik, ezt rosszul esik román kollégáknak, vagy román politikusoknak, amikor elmondjuk, hogy Románia akkor teljesít jól politikai jogokban, kisebbségi jogokban, amikor kényszerítő körülmények vannak külföldön. Hogy ez először az Európa tanácsi tagfelvétel idején fogalmazódott meg NATO tagság és Európai Uniós tagság, amíg Románia felkészült és meg kellett feleljen bizonyos feltételeknek ahhoz, hogy taggá válhasson, addig lehetett mindenről beszélni velük, és elfogadták. Na most a csatlakozások után ez a kényszerítő körülmény megszűnt, az országok, illetve a nemzetközi szervezetek nem kérik számon Romániát, hogy az annak idején ígért dolgokat miért nem teljesítik. Másrészt az Egyesült Államok úgy tekintett nemrégig az ukrajnai válságig erre a térségre, hogy minden rendben van, itt béke van, itt nem szükséges egyébről beszélni, gazdasági érdekekről, meg geopolitika, úgyhogy hogy az orosz terjeszkedést hogyan állítjuk meg. De ennél több van mögötte, most nem szeretnék erre kitérni, talán később még igen, de számunkra fontos az, hogy megmutassuk, hogy a kisebbségi jogok nincsenek megoldva Romániában, ez feszültséget jelent a társadalomban, és ez nem jó Romániának, nem jó a térségnek, és nem jó a nemzetközi szervezeteknek és partnereknek sem. Csongi, mondjál valami újat, ami itt a hozzá kapcsolható üzeneteket illeti. Az a rossz, amikor utoljára beszélsz, hogy itt kollégák mindent elmondtak szinte, de mégsem. De tudsz reagálni rá, tehát azért annak sincs hátránya. Igen, igazából én kicsit más szemszögből közelíteném meg, pont amiatt is, hogy én vagyok a legfiatalabb itt a három közül, hál' Istennek. Csilla a legfiatalabb, és aztán... Jó, a legszebb. Igen. Köszönöm. Én nem tudom az elmúlt 10 évvel reflektálnék az ifjúságot, a fiatalok szemszögéből. Ugye most nemrég végeztünk egy kimutatást a román ifjúsági tanulmányra, amiből kijött az, hogy közel 4 millió fiatal hagyott, vagy 3 millió, 3 és valamennyi fiatal az elmúlt 10 évben kell utaztak külföldre dolgozni, tanulni és itt tovább. Úgyhogy nagyon sok vita van, hogy akkor valószínűleg amiatt van, hogy a Romániának gazdasági helyzete nagyon van. Fiatalok elvándorolnak, itt hagynak bennünket, ami részben igaz, viszont én olyan szempontból merem megcáfolni, hogy az a munka, amit mi végzünk, a RMDSZ, Magyar Ifjúsági Értekezlet, és itt nagyon röviden akkor megköszönném én is a többnyire a lévén, hogy a miért tagszervezete szervezte ezt a rendezvényt, főleg amiatt, hogy nagyon sok fiatal van teremben, úgyhogy ez külön örvendek. De visszatérve, én azt látom, hogy az a munka, amit ezek a szervezetek tesznek itthon, amit végzünk nap mint nap, az igazából egy pluszot tud adni ezeknek a fiataloknak, akik elmennek. Mi nem mondtuk azt soha, nem is mondjuk azt soha, hogy itthon kell maradni, és nem kell külföldre kimenni, tanulni, dolgozni, viszont nem az a feladatunk, hogy megteremtsük azt a jólétet, nem pedig gazdasági anyagi jólétre gondolok, hanem azt a közösségi érzést, amiatt ők hazajönnek. De egyre több olyan fiatallal van dolgom és szerencsém találkozni, beszélgetni, azt mondják, hogy most már kinőttem abból a koromból, amikor csak az anyagiak mozgattak, most már annyit tanultam, gyűjtöttem, hogy itthon is el tudom kezdeni, vagy tudom folytatni az életemet, és úgy gondolom, hogy emiatt nekünk itthon meg kell teremteni politikusoknak, RMDSZ és miértnek azt a hangulatot, amiatt ezek a fiatalok hazajöhetnek. Igen, lehet azt mondani, hogy az Unió ilyen szempontból hátrányt jelentett számunkra, mert a határok megnyíltak, és a fiatalok egyre inkább elhagyták az országot, viszont én ezt nem hátrányként látjuk.
hanem inkább előnyként, hiszen azok a fiatalok, akik megjárták magukat külföldön, azok, amikor visszajöttek, azért jóval szélesebb látókörbe, szélesebben látják a világot, és itthon úgy gondolom, hogy a jó példákat hazahozva itthon olyan közösséget tudnak építeni, ami hosszú távon úgy Erdélynek, úgy az Erdély mellőbeni Romániának fontos és szükséges. Az első kör végén jelzem diszkréten, hogy fogalmazatok összeszedetten, mert jelzik a szervezők, hogy lecsökkent az élő nézőknek, a követőknek a száma, mert leül egy kicsit a beszélgetés a hosszú válaszoknál, úgyhogy a következő körben, maradva az üzenetek témánál, egy percetek van, de azt is elmondom, hogy miért van egy percetek. Kampányoltok, listavezetők vagytok, tudom, hogy ezt nehéz elképzelni, de próbáljátok meg, és mindenki egy más típusú emberrel találkozik. Lóri például a városi elégedetlen értelmiségével, teszem fel, hívják úgy, hogy Gáspári Boróka, mondjuk egy ilyen találomra egy nevet. Van egy percet, mert az utcán megállítottad, odaadod a szórólapodat, mit mondsz neki, hogy szavazzon az RMDSZ-re, miért szavazzon az RMDSZ-re, miért menjen el szavazni? Azért tudod, hogy felmérjük annak az esélyét, hogy valakit meg lehet, hogy győzni, vagy sem, mielőtt neki fogunk. Én azt mondanám el, hogy a közösség, a magyar közösség számára fontos az, hogy képviselőink legyenek Brüsszelben, hiszen más emberek, más pártokból származó emberek nem fogják a magyar ügyet képviselni Brüsszelbe, és azok a témák, amelyekért a magyar képviselők harcolnak, azokat más nem fogja tudni megjeleníteni Brüsszelben. Miért nem fogja tudni? Hát ott vannak Orbán Viktorék, ott van a Fidesz, ugyanabban a pártcsoportban. Hogy nem fogják tudni? Ők nemzetben gondolkoznak. Az őshonos kisebbségek konkrét jogaiért az erdélyi magyarság által elindított mozgalom ad esélyt. Ezt támogatja a Fidesz, támogatja Orbán Viktor is, de mi voltunk azok, akik ezt az ügyet felépítettük, úgyhogy ehhez betársultak a Kárpát-medencei magyar szervezetek is, és első alkalommal teremtettünk kisebbségi ügyből nemzeti ügyet. Köszönöm szépen. Csongi, bemész egy kocsmába, egy asztalnál ülnek első szavazók, odamész, átnyújtasz egy szórólapot, és mit mondasz? Pont megtörtént velem ezelőtt két évtel. És akkor el is mesélem. Vannak már szórólapok is? Készülőfélben vannak, de nagyon jó, köszönöm, hogy ezt a kérdést tett fel nekem. Elmesélem akkor szóit nagyon röviden. Egy percet van. Udvarhelyen találkoztam 20 első szavazó fiatallal, elkezdtünk beszélgetni mindenről is, referendumtól elkezdve oktatásig minden, és egy 17 éves hölgy felállt, és azt mondta, hogy ő bizony a referendum kapcsán kiment a templom elé a nagymamájával, és egy idős nénivel összevesztek, mert a néni azt mondta neki, hogy el kell menni, és igennel kell szavazni. Azt mondta, hogy ez a fiatal hölgy, hogy ő bizony, ha lenne szavazott jogi, nem menne el, mert szerinte ebben a formában a referendum egy fölösleges történet. És azt mondta neki a hölgy, hogy biza, te nem mondd meg nekünk, hogy kell, mit kell csinálni, mert még a tojásképpen neked nem van. És utána a hölgy azzal zárta ezt a beszélgetést, hogy ő biza, ha betölti 18 évet, az lesz az első dolog, hogy részt fog venni az EP választásokon, mert hogy ő azt szeretné, hogy ő maga döntsön a saját jövőjéről. És igazából ez lenne az egyik érvem, hogy lévén, hogy minden politikus arról beszél, hogy akkor a fiatalokért dolgozunk, ezt értékelem is a kollégák részéről is, természetesen ez a legfontosabb, hogy a fiatalokért dolgozunk. Én úgy gondolom, hogy fiataloknak meg kell teremteni a lehetőséget, hogy elmondják a véleményüket, elmondják azt, hogy milyen Európát akarnak, és mi ezt fogjuk ezzel fogunk kampányolni. Ez a 20 fiatal nem a kocsmában volt, hanem az újjed beszervezte őket neked. Követed a Facebookomat, ez már jó? Igen, hát az újat hívta össze tulajdonképpen őket, de nem ezek a... Tudjuk. Jó. Csilla, Csiktánfalván áldogálsz a templom előtt, büszkén, hogy felújították a templomot, és jön egy bácsi szekéren sáros gumicsizmával, odaadod a szórólapot, és mit mondasz neki? Jó napot kívánok, János bácsi! Nem tudom, emlékszik-e János maga... bácsi, akkor... Nem tudom, emlékszik-e maga arra, amikor 40 évvel ezelőtt pont itt Csíkdánfalván, ott Bodoréknál voltam vakációzni, és akkor nevelte maga a Bodor Csabát, aki ma a Sepsiszentgyörgy csúcsépítő mérnöke. Na most azért vagyok itt, mert azt szeretném, hogy magának ne kelljen
a szekéren hordani a szénát, hanem azért, hogy legyen magának pénze traktorra, és erre adjon pénzt az Unió. Mert én tudom, hogy az elmúlt 100 évben magától mindenki mindent elvett, én most azt szeretném, és azért szeretnék dolgozni, hogy maga kapjon valamit az Uniótól. Tudom, hogy maga ezt nem hiszi el, de azért mégis így van, úgyhogy kérem szépen írja alá nekem ezt az aláírás gyűjtőjében, mert ezért szeretnék dolgozni. Köszönöm szépen. Hölgyek, urak, kiértek a pálya. Ez hogy működik? Van egy mikrofon, ami megy a teremben. Tehát a nagy téma az az üzenetek, amiket a jelöltek és az RMD ezt megfogalmaz ebben az időszakban. Kérlek, hogyha ezzel kapcsolatosan van kérdés vagy vélemény, akkor itt a nagy lehetős vissza nem térő alkalom. Egymással kötekedni? Lesz olyan programpont, amikor egymással kötekedtek. De akár most is, ameddig bátorságot gyűjt a nép. Csak azt kérdezem, hogy nem megyek. Hát akkor nem lehet. Én azt kérdezném meg Csillától, hogy minden, hogy a János bácsi a szekérrel akar tovább menni, és nem kell neki traktor. De végül is János bácsinak szuverén emberi joga, ha akar szekérrel menni, és ha akar traktorral menni. Viszont én azt tudom János bácsiról, mint ahogy nagyon sok mindenkiről Székelyföldön, mert hogy azért szekéltem ott is valamit, valamennyi időt, hogy az emberek azért szeretnének jobban élni, mint ahogy általában, még a fiatalok is szeretnének jobban élni, ezt a lányomtól tudom, s a barátaitól, lehet, hogy nem megfelelő a minta. Tehát, hogy valószínűleg tartom, hogy János bácsi is egy időn túl a lovát nyugdíjazná, és inkább traktor meghajtású járműre cserél. Engem meg. Nem megy a piros mikrofon. Nem mondom, rosszakacsó. Megy most már is. Engem meggyőzhetsz. Van a közönségben kérdés. Ha nem, akkor kérdezz. Jó. De nem megy. Nem megy. Én kérdeznék Csongitól, tulajdonképpen lehetőséget szeretnék adni neki, hogy egy picit bővebben kifejtse, hogy mi az a támogatás, amire tulajdonképpen a fiatalok számítanak egy európai parlamenti képviselőtől? Mert persze, hogy támogatjuk a fiatalokat, mindenki ezt mondja valóban. Mi az, amivel sikerülne a fiatalokat egyrészt aktívabbá tenni, közélet iránt érdeklődőnek, illetve hogy elégedett fiatalok legyenek, és azt mondják, hogy igen, engem az Európai Unió egy képviselő valóban reprezentál. Röviden vagy hosszan? Tehát én úgy gondolom, hogy az az idő, nem azt mondom, hogy lejárt, hanem szerintem át kell gondolni azt az időszakot, amikor a politikusok azt mondták a fiataloknak, hogy akkor gyertek, mondjátok el, írjátok le a problémáitokat, mi pedig majd megoldjuk őket, értetek, dolgozunk. Mi bebizonyítottuk azt az elmúlt 16 évben Péterrel az élen, amikor ő is mi értelnöke volt, hogy mi is tudunk a saját jövőnkért dolgozni, nem csak javaslatokat megfogalmazni, hanem önkormányzatokba, a parlamentbe, de akár az Európai Parlamentbe is azokat a problémákat, azokat a problémákat tudunk foglalkozni, amelyek a fiatalokat érintik. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk az a generáció a politikában, az RMDS-ben, akik köztük élünk együtt, egész nap itt vagyunk. A kérdés ne essék, tehát köztem is, és a 18 éves végzősket, a közösségi generációs különbség. Viszont szerencsére a szervezetben folyamatosan jönnek új fiatalok, akik hit tudnak lenni az RMDS és a ifjúság között ilyen szempontból. Jó, nézek szét a teremben, úgy látszik, mégsem az üzenet a legfontosabb egy választási kampányban, de semmi gond, megyünk tovább a második nagy témával, és hogyha már kötekedni akartatok egymással, ugye a kongresszuson volt egy olyan próba, hogy meg kellett dicsérni a másikat. Mindenki kicsit vicsorított, de megdicsérte. Most pedig azt kéne elmondjátok, hogy miért vagyok jobb jelölt, mint. És ha lehetséges, akkor összeszedetten, konkrétan, pontszerűen mondjátok el, Csongi, most veled kezdünk. Mint Csolos. Mi vagyok jobb jelölt, mint Hegedűs Csilla. Csilla úgy dicsért a kongresszuson, hogy azt mondta, hogy fiam lehetnél. És nagyon ügyes vagy. Most én is azt mondhatnám, hogy édesanyám lehetnél, de köszönöm, nagyon jó viszony, hál' Istennek. Nem hagyom a fiatalságra, Isten ments, nem a fiatalságra gondolok, hanem én úgy gondolom, hogy olyan szempontból lehetnék, Csilla egy nagyon jobb szakember, mint én, több élettapasztalaton, ezt elismerem mindenki előtt. Most folytatom, csak előtte adtam egy kis
kedves próbáltam lenni a hölgyel. Én úgy gondolom, hogy én olyan szempontból lennék jobb, hogy én meg tudom szorítani érdemben, hitelesebben a fiatalokat, mint Csilla. Bár ő is nagyon fiatalos, de én nap mint nap köztük élek. Erre válaszolod? Nem. Reagálhatsz, igen. Csonginak van két lánya. Nekem van egy lányom, akinek nagyon sok barátja van. És ha valaki tudja, hogy mit jelent egy 21 évesen, aki a kamaszkorát még nem élte ki egy házba jönni, és azokkal szót érteni, és még nem törnek a csuprok, a tányérok, és még nem dőlt ki a fal, akkor azt kell mondanom, hogy én legalább olyan jól tudok szót érteni, mint én. Én reagálhatok? De én nem csak a leányai barátaival vagyok egy társaságban, hanem én bejárom az egész Erdélyt, és mindenhol különböző kocsmákban, különböző típusú fiatalokkal találkozom. Akiknél nem csak a csuprokat törik össze. Az örökségünk köreiben 3000 fiatal vett részt, és Boncidán 2500 egyetemista tanult. Szóval... Én annak örvendek, hogy mind a ketten tanácsot adhattok, hogy a kamasz fiamat hogy neveljük. Na ugye. Szóval most már tudjuk, hogy a legnagyobb szurkolója annak, hogy Csilla bejutó helyen legyen, az a lánya, hogy ne legyen otthon, vagy minél kevesebbet legyen otthon, legalább 5 napot, 2500 kilométerre paradicsomi állapotot. Szóval menjünk tovább, Csilla. Én azért vagyok jobb jelölt, mint Lóri, mert... Azért vagyok jobb jelölt, mint Lóri, mert olyan ügyekkel foglalkoztam az elmúlt időszakban, amelyek miatt közvetlenül együtt dolgoztam az önkormányzatokkal, és akár a gazdákkal, akár a vállalkozókkal. Tehát miközben Lóri igyekezett körbejárni Európát, és segíteni minden szervezetnek abban, hogy sikerüljön összegyűjteni az 1.300.000 aláírást, én kevesebbet repültem, viszont az itthoni problémákat talán jobban ismerem, mint ő. Nekem nagyon sokat panaszkodtak, akár a pályázati rendszerről, akár a mi nem megfelelő képviseletünkről, vagy a Romániának nem megfelelően bemutatott, nem, még egyszer újra fogalmazom. Tehát az, hogy Románia hazudik az Európai Unióban és az Európai Bizottságban, ezt próbáltam elmondani, csak a hazugság szót próbáltam úri módon körbe érni, de nem sikerült. Tehát, egyszerűen el kellene mondani a Romániáról az igazat, be kellene mutatni Romániának az igazi arcát. Amikor a nem megfelelő képviseletről kezdtél beszélni a Facebook túlsó oldalán, Winkler és Sógor kezdte kiegyenesedni, gondolom. Szóval menjünk tovább. Romániáról beszélünk. Tőkés László. Én róla beszéltem. Lóri, azért vagyok jobb jelölt, mint Csongi, mert... Nem azért, mert idősebb vagyok egyébként. Ezt megjegyzem, hogy kb. Olyan 3-4 évvel ezelőtt múlt el az, hogy mindenki azt mondta, te még túl fiatal vagy, úgyhogy én megértem, hogy a Csongi... Legalább elmúlt. Elmúlt, hát sajnos egyébként úgy utólag. Azt gondolom, hogy az a tapasztalat, amit az európai kisebbség védelemben szereztem az elmúlt években, az egy jelentős hozzáadott érték, most nem Csongival összehasonlításban, hanem egyáltalán az RMDSZ külpolitikai munkájában, hiszen valóban jártam Európát, hogy meggyőzzem a szervezeteinket, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába, az aláírásgyűjtésbe, de ez csak egyik szelete, a másik ennél sokkal fontosabb volt, hogy államokat, politikai pártokat, régiókat győzzek meg arról, hogy társuljanak hozzánk az őshonos kisebbségek védelmében, és én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Amit még ide kiegészítésként elmondanék, hogy mi ugye mindig azt mondjuk, hogy az Európai Néppárt a legfontosabb, és azt szeretnénk, hogy az legyen a legnagyobb alakulat az Európai Parlamentben, ez valóban így van, de további támogatókra lesz szükségünk más pártokból is. Na most a FOEN, mint kisebbségi szervezet, több színezetű szervezetnek ad helyet különböző pártoktól, és velük is talált a szó, tehát ez majd nagyon fontos lesz később a szövetségkötésben, hogy a politikai partvonalakat is átlépjük. Jól hangzik, szétnézek a teremben, parancsolj, itt van egy jelentkező. Hol van a mikrofon? Ott van, jön.
Kérek mindenkit, hogy mutatkozzon be, és utána mondja a kérdését, vagy a véleményét. Jó estét kívánok, Nagy Botton vagyok, és elkezdenék egy másik mondatot, amit szeretnék, hogy a jelöltek. Azért nem lennék jó jelölt, mert... Ki kezdje? És azt nem szabad válaszolni, ameddig gondolkodom. Azt nem szabad vállalkozni, hogy mert munkamániás vagyok, és nem lenne idő a családomra, és nem lenne szabad időm, hanem csak a munka és az erdélyi magyarság és a nemzet. Tehát ezt a választ nem szabad adni. Kezdje! Kezdjünk, térjünk vissza az első sorrendre, Csilla. Vagy készen állsz? Megvan a nyertes válasz. Egyrészt abszolút reális, és ahhoz kapcsolódik, amivel az imenti választ befejeztem, hogy én nem tudom Európát egy ilyen jobb és baloldali szembenállásként felfogni, már pedig az Európai Néppárt az nagyon harcias tud lenni, amikor a saját álláspontját megvédi, és senki más véleményére nem kíváncsi. Ezt a fajta militarista párthűséget és lojalitást én nem igazán tudom tartani. Ez lehet, hogy egy hátrány. Kész, a negyedik hely megvan. Csilla Csongi, ki folytatja? Ez most nem tudok mást mondani, esküszöm. Tehát nem tudok saját magamról olyat mondani, nem lennék jó jelölt, mert... De egy dologra azért csak még tudok gondolni. Nagyon szeretem Erdélyt, és nem tudok Erdélytől elszakadni. Tehát én nem tudnék az európai parlamenti képviselő lenni, aki, röhöghetsz, de aki egyszerűen kiköltözik Brüsszelbe, kiköltözteti oda a családját is, és utána soha nem jön haza. Tehát én nekem a programomnak ezt a részét talán a legkönnyebb volt megírni, amiben elmondtam, hogy az íróasztalom Brüsszelben is lesz, és itthon is lesz, mert egyszerűen most 7-8 ezer kilométert vezetek egy hónapba, és én tudom, hogy ez a második helyem után is éreztetek. Tehát nem Erdélyből, hanem Erdélyért. Köszönöm szépen. Ezért mondom, féletem, hogy a messzis bokszomat kész. Én is, nekem is elkötte Bálint most a találkozó előtt. Csongi. Ugyanazt tudom mondani, hogy a kongresszuson nem lennék jó jelölt, csak egy jobbból kifolyólag gerincsérben van, és a sok repülőzés valószínűleg nem bírnám meg. A viccet félretéve, nem, én úgy gondolom, hogy kicsit nehéz ezt a mondatot kiegészíteni. Talán abból kifolyólag, hogy túl fiatal vagyok, vagy ahhoz képest túl fiatal vagyok, sok esetben meggondolatlan vagyok, sok esetben hozok olyan döntéseket, hirtelen döntéseket, amik akkor jónak tűnnek, de utána nem biztos, hogy azok a legjobbak, ugyanakkor pedig sokat fecsegek, sok esetben fölöslegesen, és ennyi. Nem mondjak el minden rosszat magamról, ugye? Köszönjük szépen, nézek szét a teremben. Nem látok most egy kezet sem, semmi baj. Közben jött... Ott van. Igen, parancsolj, polgármester úr, fájjál, micsoda szintű kérdések. Másnak kívánok, Tóth Sándor vagyok. Azt szeretném kérdezni a jelöltektől, hogy ha bejutnak, akkor mit tudnak ígérni Marosvásárhelynek? Lehet, hogy Csilla válaszol mind a három helyet? Akkor, amikor kötelés államtitkár voltam, akkor van ez a kiváló igazgatója ennek a kulturális, megyei kulturális igazgatóságnak, akit nézzétek el, nekem már elfelejtettem, hogy hívnak, de azt tudom, hogy teljesen kiborult, amikor elköltöztettem, nem tudom, azt hiszem Dömbovica megyébe, mert úgy gondoltam, hogy Marosvásárhely saját maga jobban meg tudja oldani a kulturális örökség védelmi problémáit, mint hogy egy ilyen kiváló honpolgár kavarja itt a kavarnivalót. Na most, én gyerekkoromban ugye a kedvenc rockoperám az az István a király volt, és hát abban azért az Adj békét uram című dalra gondolok most értelen. Hogy miben tudunk konkrétan segíteni Marosvásárhelynek, azt elmondom. Akkor, amikor itt a Marosvásárhelyi iskola körüli cirkusz zajlott, és amikor rá kellett venni a tanügyminisztert arra,
hogy nyilatkozzon is, és mondja azt, hogy létrehozzuk az iskolát, akkor az RMDSZ idehozta Navracsis Tibor EU biztost, és arra már a tanügyminiszter is el kellett jöjjön Vásárhelyre, és kénytelen volt valamit ezzel kapcsolatban mondani. És visszaalakult, vagy újra alakult ugye a katolikus gimnázium. Na most én azt ígérem, hogy úgy Marosvásárhelyre, mind a többi problémás helyre, egyáltalán Erdélybe, elhozzuk azokat az Európai Uniós döntéshozókat, akik nekünk a gondjaink megoldásával segíteni tudnak. Tehát ezek az emberek nem fognak békét hozni Vásárhelyre, ezek az emberek perspektívákat és lehetőségeket nyitnak meg. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert ha van egy olyan közös cél, ami végül is tudja egyesíteni a szekértáborokat, és miért ne lehetne ilyen, akkor lehet, hogy ez a közös cél egy csomó kérdés megoldana. Lássuk, ki meri azt válaszolni, hogy hozok EU-s pénzt a mély garázsra. Vagy ki meri azt mondani, hogy nem hozok EU-s pénzt a mély garázsra. Én két dolgot mondanék akkor, amit igazából én azt mondtam, hogy a kampányban nem fogok ígérni. A miért kampánya nem arról fog szólni, hogy ígérünk, hanem mi felmérjük elsősorban a konkrétumokat, hogy mi az, amit a fiatalok elvárnak egy európarlamenti képviselő az Európai Parlamenttől, és azokkal fogunk majd foglalkozni. Viszont elsősorban azokat az igényeket próbálnám meg kielégíteni a munkámmal, amelyek az itteni fiataloknak elsősorban, és nem csak az itteni fiataloknak fontosak. Másrészt pedig, amit elkezdtünk már az MDSZ-el közösen a MOGYE kapcsán és a magyarországi hőokkal, egyrészt elkészítettünk egy dokumentumot, amit ki fogunk küldeni angol nyelven, amennyiben az MDSZ-esek fogják tőlünk kérni értelemszerűen, hogy ezt lépjük meg minden olyan intézménynek Európában, akik tudnak ebben az ügyben majd segíteni, illetve készítjük már a dokumentációt, hogy leadjuk az Európai Bíróságra is, ezt a hők fogja egyelőre. Valószínűleg ez a válasz nem kielégítő olyan szempontból, hogy ez nem EP képviselőként, vagy nem csak EP képviselőként, de ha EP képviselő leszek, hanem ezek az ügyekkel mindenki fogunk foglalkozni. Sándor, én egy konkrét ígéretet tudok tenni, azt, hogy Vásárhelyen lesz a központi EP irodám, és ez egyben azt is jelenti, hogy részt szeretnék venni a város életében. Na most nem mondom azt, hogy a béketeremtésben, de én azt gondolom, hogy a közösségépítésben mindenképpen, hiszen nagyon sok olyan téma van itt Marosvásárhelyen, amire érdemes az Európa figyelmét is felhívni. Az egyik a MOGYE, a másik a katolikus gimnázium, de számos más olyan téma van, amivel érdemes a figyelmet Vásárhelyre vonzani. Ezért is van az, hogy én úgy tekintem szülővárosnak Vásárhelyt, hogy ide minél több mindent el kell hozni. Ezért jött az ENSZ kisebbségi külön megbízottja Vásárhelyre, mert azt mondtam, ha elhozzuk Kolozsvárra, akkor természetes, hogy legyen Vásárhelyen is itt. És a jövőben szükség lesz arra, hogy láthassuk Vásárhelyt, de láthassuk egész Erdélyt Brüsszelben. Az eddigiektől eltérően strukturáltabb bemutatását szeretném Erdélynek, azt, hogy sikerüljön tematizálni Székelyföldet, tematizálni Párciumot, tematizálni a különböző értékeinket, és ne csupán alkalmi bemutatkozása legyen Erdélynek, hanem tényleg tervezzük meg a következő 5 évre azt, hogy Erdélyt hogyan akarjuk Európában bemutatni, mert csak akkor tudnak támogatni bennünket, ha tudják, hogy mi az a hely, mi az a tér, amiről mi beszélünk. Szeretem követni, hogy a jelöltjeink mikor ugranak vissza a message boxba, de nem olyan nagyon gyakran. Viszont az is ritka, hogy Csomi arról beszéltél, hogy egyre több fiatal jön vissza. Az is ritka, hogy valaki Marosvásárhelyre a magyar politikába vissza akar jönni, úgyhogy gratulálok, Lóri. Jött 2 kérdés a Facebookon. Kis Ágoston tette fel mind a 2. Igen, a harmadik is jött. Az egyik, ez mi a véleménye a jelölteknek a tegnapi plakátkampányról, ez a kampánytechnika témakörben meg fogjuk kérdezni. Hát itt van egy Tőkés Lázadosz kérdés, nem olyan érdekes. Orbán Miklós, ez a beépített kérdés háromszékről, gondolom. Mezőgazdaság. Mikit kinyírnak.
a mezőgazdaság a legjobban érintett terület, ami a brüsszeli döntéseket illeti. Kicsi B, Miki, kicsi B. Milyen javaslataik vannak a jelölteknek az új agrárpolitika kialakításában? Na, most lehet a messagebox-ot nyomni. Csongi, olvasod el! Mi megfogalmazunk, én kezdek én attól gondolom, hogy főleg, hogy nekem elég közeli barátom még itt, hogyha ő írt háromszékből. Igen, mi a Magyar Ifjúsági Értekezletnek közösen megfogalmaztunk 10 pontot, amit globálisan nagyba prioritásként látunk mi fiatalok, hogy mi az, amit elvárunk az Európai Uniótól, és az egyik pont, az pont ez, ezzel kapcsolatos, hogy ugye több ezer fiatal mezőgazdasággal foglalkozik Erdélyben, Székelyföldön, és értelemszerűen területalapú támogatásoknak a növelése egy fontos kérdés, és minden olyan támogatási rendszernek meg kell növelni, hiszen ha jól tudom, bár most a múlt héten kijött egy új törvény, ami alapján most már a fiatal gazdák több mint 50 ezer eurót is igényelhetnek, ugye ezt a messageboxot ki kell lőjük ilyen szempontból, de úgy gondolom, hogy ez egy fontos prioritás, hogy ezek az összegek nőjenek. Konkrétumot valószínűleg azok a szakemberek fognak tudni mondani, hogy ez pontosan a rendszer hogy működik, akik ezekkel foglalkoznak. Mi ezekért a támogatási rendszerek a növelésért fogunk dolgozni, és elsősorban a megtartásáért, és azon túl pedig a növelésért kell dolgoznunk a következő. Az 50 ezer euró hallatára valaki lejtette poharat. Dóri. Ugye az Európai Uniós agrár támogatásokban mi a tét? Hogy minél több pénz jöjjön Erdélybe, mert azt a pénzt fejlesztésekre tudjuk fordítani. Na most ugyanez a tét minden országban az ottani gazdák számára. Mi a különbség? Az, hogy más-más agrár és mezőgazdasági struktúra van a különböző tagállamokban. Nyugat-Európában már a nagy farmok vannak teljesen gépesítve, őket most már nem az a tét számukra, hogy veszünk-e traktort, hanem kiépül-e az a rendszer, hogy a drón mondja meg, hogy hol száraz a föld, és ott kell a föld alatti permetező rendszerre, mit tudom én, kiépíteni. Közben nálunk természetesen az alapgépesítés sem történt még mindenhol meg, illetve ahol megtörtént, ott az első generációs gépeket éppen ideje már lecserélni. De alapvető szemléletbeli különbség van, tehát a tét számunkra az, hogy megmaradjon a kisebb és háztáji gazdálkodások számára nyújtott területalapú, és a különböző állattartásban a támogatások mértéke, szemben azzal az érdekkel, amit mondom, Nyugat-Európában a nagy farmok lobbija kifejt, hogy ők kapják meg a támogatásokat. Itt aztán különböző szintek jönnek, hogy maximalizálják a különböző típusú területekre a támogatásokat, itt akkor eurókra menő vita zajlik az Európai Parlamentben, ezeken rajta kell lenni. Én azt mondom persze, hogy egyikünk sem tarthatja magát mezőgazdasági szakembernek, mint ahogy okvetlenül, nem tudom, pénzügyi szakembernek sem. Az Európai Parlamenti képviselőnek az a feladata, hogy legyen egy általános rálátása a törvényhozási folyamatba, és megtalálni azokat a témákat, ahol azonnali beavatkozásra van szükség, mert az erdélyi magyar közösség számára az a fontos. Úgyhogy igazából az erre való képességre van szükség egy európai parlamenti képviselő esetében, és igen, a mezőgazdaság ilyen szempontból egy hangsúlyos téma. Most Erdélyben kb. 40 ezer olyan család van, aki kimondott a mezőgazdasági támogatásokból él, tehát az EU-s támogatásokból él. Viszont azt is tudjuk, hogy sok százezerre tehető azoknak a személyeknek a száma, akik ilyen vagy olyan módon részesültek ezekből a mezőgazdasági támogatásokból. Ugye azt elmondtam, hogy eddig most elvettek tőlünk, az elmúlt 10 esztendőben viszont a gazdák kaptak pénzt. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez megmaradjon. Lóri elmondta, hogy mik a különböző érdekek, tehát hála jó Istennek nem kell elismételnem, viszont van még egy fontos dolog, és ez az úriember, ez Csonginak a barátja, akkor mondom, hogy fiatal, és akkor elmondanám még fiatal azt, gazda. Hogy fiatal gazda, igen, elmondanám azt, hogy akkor, amikor Navracs és Tibor itt volt, akkor beszélgettünk róla az NMDS ügyvezető elnökségén, nem beszélgettünk, megkértük arra, hogy legyen az Erasmusnak egy olyan kategóriája, úgynevezett zöld Erasmus,
ami arról szól, hogy fiatal gazdák elmehetnek tanulni, azaz tapasztalatot cserélni. Hasonszörű fiatal gazdákhoz, tudom én, kiválogatják, hogy Spanyolország tetszik nekik, vagy Franciaország, ugye Franciaország híresen jó a sztrájkon, mindig a mezőgazdaságban ez azért hozzánk is eljut. Tehát, hogy egy ilyen tapasztalatszerzési lehetőség is, akár partnerségi, akár piackialakítási lehetőség is létrejöjjön. Tehát, hogy azon túl, hogy a támogatások megmaradjanak, ha lehet, növekedjenek, tehát, hogy a mi érdekeinket tudjuk képviselni, ezen túl vannak még tehát más lehetőségek is. Érzem, hogy ez a kör volt a legmeggyőzőbb, látszik, hogy azért a mezőgazdaság egy olyan téma, amiből készültetek, és ez nagyon jó. Nézek szét a teremben, igen, ott egy hölgy emelte, nyújtotta a kezét. Kívánok, Szabó Zsófia vagyok, és a kérdésem az tulajdonképpen kapcsolódna a polgármester úr kérdéséhez. Elhangzott ugyanis rá egy olyan válasz, hogy harcolnának, vagy kiállnának, tevékenykednének, ahogy tetszik azért, ami fontos a Maros megyei fiataloknak, de önök tisztában vannak azzal, hogy mi fontos egy Maros megyei fiatalnak? Ez lenne a kérdésem. Köszönjük szépen. Most akkor egy szünet következik. Azt mondjam, két jelölt kollégám, hogy mivel ezt én mondtam, hogy én kell erre válaszolni. De ha akartok is válaszolni, akkor nem. Hát ha azt mondanám, hogy tisztában vagyok azzal, hogy minden erdélyi magyar fiatal mit vár el, akkor hazudnék értelemszerűen. Tehát én 11 éve ifjúsági szervezetekben tevékenykedem. Egy mínusz van, amit felróható a számlámra, az, hogy nem voltam soha diáktanácsos, ezt Makosz Kongressz külögyűlésen is azt hiszem elmondtam többször is, nem volt akkor lehetőségem, és egyetemistaként kapcsolódtam be igazából az ifjúsági mozgalomba. Viszont megyei ifjúsági szervezet elnökeként az én mandátum alatt jöttek létre a háromszéken, hogy aktivizálódtak igazából a diáktanácsok, és végig igazából részt vettem abba a tevékenység, amit folytatnak. Most válaszolva, attól függ, hogy megint milyen generációról beszélünk, mert én mondtam, a 18 éves fiatalokkal bár nap mint nap kapcsolatban vagyok, nem értelemszerűen az értékrendünk azért változott, hiszen most már 30 éves vagyok már, idős fiatal, két gyerekes apa és itt tovább. Viszont mondtam, mi globálisan vagy nagyba összeraktuk azt, hogy látjuk mi, hogy mit várnak el a fiatalok, de pont ez a lényeg, ami következő 3-4 hónapos kampányunknak is, nem csak az enyémnek, hanem a több mint 10 jelöltnek, aki közül Maros megyéből is lesz, hogy végigjárjuk minél több célcsoporttal, többek között diákokkal, középiskolásokkal, egyetemistákkal, fiatal vállalkozókkal, mezőgazdászokkal találkozzunk, és konkrétumokat írunk össze, hogy mit várnak el. Én nem hiszem azt, hogy a Maros megyei fiatalnak jóval nagyobb elvárási igényei lennek a háromszéki fiatalhoz képest. Úgy gondolom, hogy azért vannak helyi problémák, amiket meg kell oldani, akár helyi szinten, megyei szinten, és vannak a globális nagy problémák, amik szerintem azért azonosak sok esetben. Nem gondolom, úgyhogy tudom, hogy mi a gondja és mi az igénye minden egyes Maros megyei fiatalnak. Azt viszont gondolom és tudom, hogy éppen ezért van szükség azokra a partnerségekre, amiket az RMDS elsősorban a miért-e, másodszorban pedig, vagy nem másodszorban, de hasonlóan a MAKOSZ-szal és az ifjúsági szervezetekkel létrehozott, hogy ők mondják meg nekünk, hogy mi az, amit elvárnak, és mondják meg, amennyiben én leszek, nyilván amennyiben feladatot kapok, sőt, ne csak azt mondják el, hogy mit várnak el, hanem azt is mondják el, hogy őnek, hogy hogyan kellene azt megvalósítani. Tehát én itt most nem csak a szülői tapasztalatomra hagyatkozom, hanem tényleg arra a 20 éves tapasztalatra, amit Boncidán és utána az utóbbi 10 évben az RMDS ügyvezető alelnökeként, tényleg számtalan ifjúsági program elindítójaként láttam, éreztem, hogy soha nincs igazam akkor, amikor úgy gondolom, hogy tudom, hogy mit akar a fiatalságnak egy nagy csoportja. Viszont azt tudom, hogy ha közösen tervezünk, akkor van esélyünk arra, hogy közösen érjünk el eredményeket. Azt gondolom, hogy őszinte párbeszédet kell folytatni az emberekkel, és ezen belül a különböző rétegekkel. Tehát nem hiszem, hogy a fiatalok valamiféle privilegizált helyzetben lennének ilyen szempontból, az idősekre legalább ennyire oda kell figyelnünk, illetve a kis és közepes vállalkozókra, a különböző szakmai szervezetekre, de igen,
egyetértek azzal, hogy elsősorban nekik kell elmondaniuk, hogy mit szeretnének. A kampányidőszak, és most ez egy 3 hónapos időszak lesz tulajdonképpen, lehetőséget ad arra, hogy leüljünk, és fiatalokkal, idősekkel, vállalkozókkal beszélgessünk, és ők elmondják, hogy milyen elvárásaik vannak, hiszen természetesen régióként is lehetnek eltérések, de mindenképpen be lehet csatornázni azt, hogy egy-egy korosztály milyen elvárásokat fogalmaz meg, és ezeket lehet követni. Most azt is hozzászámítva, hogy ugye fiatal politika, önmagában az Európai Uniónak nem közvetlen kompetenciája az ifjúságpolitika, de nagyon jó eszközei vannak, amelyek segítik, ugye az Erasmus Plus program egész csomagja. Na most én kíváncsi volnék egy fiatalnak a tapasztalatból szerzett véleményére, hogy működik ez szerinte az Erasmus program, hol lehetne javítani rajta, hogy még hatékonyabb legyen, még többen hozzáférjenek ezekhez a programokhoz. Úgyhogy beszélgessünk, és akkor fogunk tudni segíteni is. Jött 2 hozzászólás a Facebookon, az egyik Orbán Miki cím, elégedett vagyok a válaszokkal, nem voltam beépítve. És jött egy nagyon jó kérdés, egy izzasztó kérdés, Kovács Zsolt Kozsó, aki most Szatmárnémetiben él, de csíki. Ha tehetnéd, kit választanál melléd a másik befutó helyére? Tehát magad mellé a másik befutó helyére. És szerintem itt lehet 5-ös gondolkozni, nem csak 3-asban. Ezt viszonylag gyakran kapjuk, ezt a kérdést ezekben a napokban, és én azt gondolom, hogy nekünk elég határozottan kell azt mondanunk, hogy ez elsősorban egy csapatmunka. Az európai parlamenti képviselői munka nem lehet, nem tudja egy képviselő csinálni, vagy 2 képviselő. Már csak körülöttük van, vagy 20 ember, ami egy kemény csapatot alkothat. Az, hogy van egy belső verseny, ez most így alakult, de alapvetően bármelyikünkkel, vagy egymással együtt tudunk dolgozni annyira, hogy mondjam, ilyen nagy egymásnak feszülések nincsenek, hogy ez ki legyen zárva, és ez nem is lehet. Az, hogy eljutottunk az RMDS-ben erre a szintre, hogy egyáltalán a nevünk fölmerül egy európai parlamenti képviselő jelöléshez, ez azt jelenti, hogy a szervezetben dolgoztunk eddig is, és én azt gondolom, hogy hétfőn is lesz majd élet mindenki számára a jelöltek közül, és azt lesz a lényeg, hogy jöjjenek meg, hogy szerezzük meg a közösség támogatását, és ezt Brüsszelben képviselni tudjuk. Én azt mondom, hogy csak hogyha konkrét választ mondtok, nevet, akkor mondjuk válaszoljatok, mert hogyha ugyanez a barátságos pacifista, akkor talán... Én nem nevet mondanék, hanem azt mondanám, hogy végül is dolgoztam együtt mind a másik 4 jelölte. Különösebb szikrák nem látszottak ki legalábbis ebből az együttműködésből. Tehát mindenképpen azzal a jelölttel, azzal a kollégával, akit a Szákoly nevesik, azzal a legnagyobb örömmel fogok együtt dolgozni. Ezen túl viszont azt hiszem, hogy és most tudom, hogy azt fogod mondani, hogy message boxot mondom fel, de azzal együtt szerintem nem az a legfontosabb, hogy én kivel szeretnék, vagy kivel nem szeretnék együtt dolgozni, hanem a legfontosabb az, hogy mi mindazokat az igényeket, mindazokat a gondokat tudjuk képviselni, akármelyikünk is kerül oda, amit az erdélyi magyar közösség elvárt. Én sem fog konkrétumot mondani, annyit tennék mellé, hogy én, amit Lori részére reagálnék, hogy az, hogy verseny van az EP első 2 vagy 3 helyét, gondolom ez RMDS erősíti. Azt jelenti, hogy vannak olyan nevek, vagy vannak olyan emberek, akik komolyan gondolják ezt a munkát, és valóban lesz, akinek arany élete lesz jövő héten. Arra voltam kíváncsi, hogy ki mondja be a társnak az MPP-s jelöltet, de azért... Van már annyit, ha olvastad az újságba, akkor kiderült, hogy... Rádióban, Marosvásárhelyi rádióban hallottam mindent, ma errefele jövet. Szétnézek megint a teremben. Szepesi Szabolcs. Van a mikrofon. Mert valakinek ki kellett pipálnia, és el kellett dicsekednie, hol itt, hol ott, hogy hány és hány embert felizett. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog... Szeretnék összehasonlítani 2 jelenetet. Az egyik Horváth Anna ezelőtt bő 2 évvel, vagy 2,5 évvel, amikor reggel megjelentek nála otthon, utána bevonultak az irodájába, amit élek nem felejtem el, egy lila színű blúz volt rajta,
kijött sápadtan az irodájából, és azt mondta, én bízom az igazságszolgáltatásban, bízom abban, hogy az ártatlanságomat be tudom bizonyítani, mindent, amit kértek az ügyészségről, a DNA-tól, a rendelkezésükre bocsátottam. Kérek szépen mindenkit, olvassa el, hogy Románia volt főügyésze mit nyilatkozott akkor, amikor őt is megpróbálták esetleg bíróság elé állítani. Na most, ha innen tovább, ha ő nem bízik a saját országa igazságszolgáltatásában, amiben némi nemű beleszólása volt az elmúlt esztendőkben, akkor nem látom azt, hogy hogy tudná megfelelően elvégezni a munkáját az európai főügyészként. Nagyon őszinte leszek, szemtől szembe beszélgetünk szájkaratézunk, én annál jobban nem elemeztem ki egyik jelöltet se. Csatlakozók Csillának a gondolataihoz, viszont én úgy gondolom, hogy nekem EP képviselőként nem ezzel a kérdésekkel foglalkozni, úgyhogy én erről. Azért kezdtem el nyomogatni a telefont, mert Brüsszelben a Libe bizottságban most van az ügyész, a főügyész jelöltek meghallgatása. Laura Kodrica Kövessi eddig elveszített két fordulót, tehát nem ő az első helyen lévő jelölt. Én sem támogatnám egyébként egyértelműen, mert ez a mai nyilatkozata is azt mutatja, hogy az a rendszer, amit ő képviselt, az nem egy elfogadható, mert azt mondja, hogy mintegy ezer embert küldtek bíróság elé, és ebből 900-at elítéltek. Jó, ha van másik 100, akit valamelyik hajnalban lecsuktak, elvitték Bukarestbe ide-oda kihallgatni, meghurcolták őt és a családját, aztán kiderült, hogy ártatlan, ez azt jelenti, hogy visszaélés történt, és ez elfogadhatatlan. Nem csak, hogyha 100, hanem hogyha 1-2 esetben történt meg. Tehát az, amit Laura Kodrica Kövessi képvisel, és a jelenlegi romániai bűnüldözési hatóságok, azt mi nem fogadhatjuk el. A másik része pedig, amit Kelemen Hunor szövetségi elnök mondott, hogy itt Romániában mindenki kézzel lábbal tiltakozik a politikai döntéshozók beavatkozása ellen az igazságszolgáltatási kinevezésekbe, hát akkor tessék megnézni. Brüsszelben az Európai Parlament hallgatja meg és választja ki a szerintük legjobb jelöltet a sok közül, és milyen különböző szavazati körök vannak, meg stb. Na, hogy akkor ez hogy fér össze az emberek fejében? Romániában miért nem lehet? Brüsszelben miért lehet? Itt nézek megint a teremben, nem látok, akkor Marci, Kelemen Márton. Egy kicsit szakmai lesz a kérdés, de egy jelentősnek tartom. Ugye az előbb volt arról szó, hogy a mezőgazdaság volt az egyik legérintettebb ágazat, a másik legérintettebb ágazat szerintem a természetvédelmi ágazat volt. A Natura 2000 által ugye olyan 27%-ra nőtt Romániában a védett területek aránya. És két kérdést tennék fel. Az egyiket azt mondjuk az erdélyi természetvédelmi szférai képviselője teszi fel, ami ugye tudjuk, hogy nagyon erősen magyar jellegű. A kérdés az, hogy látva azt, hogy Romániában milyen jelentős hatása volt ennek, és látva azt, hogy az unió szintjén gyengül valamennyire a hálózat, mit szeretnétek tenni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg? A másikat ezt mondjuk egy nyáradmenti gazdaszervezetnek a vezetője teszi fel, hogy teljesen ellehetetlenített minket ez a Natura 2000. Nem tudok lecsapolni egy szar, vizes rétet, és nem tudom felszántani, mert jönnek a hülye természetvédők, és nem hagyják ezt a dolgot. Mit tennétek ennek az érdekében? Most választhatok kérdést, de kettő van. Mindkettő érdekes lehet a választ. Tudtam, hogy itt Vásárhelyen fogják megkönnyíteni a dolgunkat, és a természetvédők pedig per definíció azok, akik nem könnyítik meg az embereknek a dolgát. És köszi, hogy tükörbe mutattad meg a két kérdést. Mert hogy egyik részről vannak a Natura 2000-es területek, aminek mindenki nagyon örvendés, például akkor, amikor a Szent László utat raktuk össze, akkor gyorsan kiderült, hogy minden Szent László objektum körül van 30 Natura 2000-es terület, a vörös szemű, tudom én kitől, a csodálatos halakig. Másik oldalról pedig jön a befektető, vagy jön az autópályaépítő, vagy bárki, és azt mondja, hogy semmit nem tud tenni.
Na most, mint ebben, mint nagyon sok más kérdésben, én ebben is úgy gondolom, hogy az aranyközépút az, amit járnunk kell, mert azért, és itt most nem azért fogom azt használni a fenntartható fejlődés paradigmáját, mert Borbély László, ugye az Agenda 30 kidolgozója Vásárhelyi, hanem azért, mert én őszintén hiszek abban, hogy a mi felelősségünk az, hogy úgy fejlesztünk, hogy közben mindazok az értékeink, amik vannak, és most természetértékről beszélek, azok vagy megmaradjanak, vagy ha lehet, akkor még javuljanak is. Ez Európának, és nem csak Európának, hanem a teljes világnak egy óriási kihívása, és akkor ugye egyrésztről ott van Trump barátunk, aki szerint nincsen globális felmelegedés, és másik részről ott vannak a búvárok, imádom a természetfilmeket nézni, például onnan kiderül, hogy a nagy korallzátony 70%-a már hófehér. Tehát, hogy ez egy óriási felelősségünk. Én ebben nem tudok, tehát én nem vagyok egy szakember ebben, viszont azt tudom, hogy vannak az RMDS-nek és számos civil szervezet, olyan partner civil szervezetünk van, akihez ért, és azt viszont megígérem, hogy minden döntés előtt konzultálok velük, sőt ennél többet, hogyha van nekik olyan ötletük, olyan irányelvük, amit Európában képviselni kell, akkor azt igyekszem képviselni. A környezetvédelemben is, más területen is láthatjuk azt a jelenséget, hogy Brüsszel megszab bizonyos szabályokat, megszab egy keretet, és Románia ehhez egy merev és nagyon vaskos szabályrendszer dolgoz ki, ami utána nem ad lehetőséget sem előre, sem hátra mozdulni az adott témában, és valószínűleg ez a helyzet a Natura 2000 területekkel is, de ugyanez van a mezőgazdaságban, meg más területeken, úgyhogy például ebben, amit tehetünk, az megnézni, hogy pontosan hogy szól az európai szabályozás, mi az, ami abba belefér, és győzzük meg együtt a Környezetvédelmi Minisztériumot, hogy tegyen engedményeket, vagy átalakítani a romániai szabályozást úgy, hogy azért valamiféle rugalmasságot biztosítson. A másik meg lehet, hogy többet nem kerül elő a környezetvédelem témája mai beszélgetésen, egy jelenséget szeretnék elmondani, és pedig az, hogy Brüsszelben immár kb. 7. hete, minden héten hatalmas tüntetések vannak a klíma, az éghajlatváltozás ellen, és a politikusoktól fellépést kérnek fiatalok, középiskolás diákok képesek csütörtök délutánonként kimenni, tüntetni az éghajlatváltozás ellen. Tehát a társadalomban elkezdődött ennek a problémának a felismerése olyan szinten, hogy tényleg tízezrek mennek ki az utcára, és a politikának erre reagálnia kell. Kb. 3 vagy 4 hét után el is kezdték a belga törvényhozásban kidolgozni azt, hogy Belgium ugye azért akkora súlya nincs az üvegházhatású gázok kibocsátásában, hogy jelentős legyen a hozzájárulása, de elkezdtek ezen gondolkodni, és a politikusok alakultak az utca követ, az utca hangja után, miközben a destruktív utcára vonulók, a sárga mellényesek Franciaországban mondjuk egy más agendát követnek. De ez nagyon érdekes, hogy az igazukért az emberek utcára mennek Nyugat-Európában, és a klímavédelem, azt gondolom, hogy egy ilyen téma mindenképpen. Azért megnézném, amikor a nyárad mentén elkezdenéd ezt a témát, a klímaváltozást boncolgatni kampányban. Azért mondtam, hogy most. Itt és most. Valószínűleg én sem fogok túl sok újat mondani, lévén, hogy én sem vagyok szakember ebben a témában, viszont én úgy gondolom, hogy ahogy a többiek kollégák is mondták, hogy vannak olyan uniós szabályozások, amelyek mondjuk nem minden tagországnak megfelelnek abban a formában, erre még aztán rájön a román rendszer, aki ezt megbonyolítja. Viszont itt egy mondatot mi is megfogalmaztunk, ami a környezettudatos országot illeti, a fiatalok nagy része, változtatna életmódján, ha tudnánk, hogy ezzel segíteni, hogy segíti a környezetét. Mi is megfogalmaztuk azt, hogy olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek a környezettudatosságot promoválják itthon, ahhoz, hogy megőrizzük Európát a következő generációk számára. Javasolom, hogy lépjünk tovább a következő nagy témára, ami a kampánytechnikát illeti, és hát a legérdekesebb, vagy a legforróbb témával fogom kezdeni, a tegnapi PIKMESZ képüzenet, ugye, ahol a részeges, az akasztó és a szekus összefognak piros-fekete alapot, és végül is ez az első olyan
vizuális elem, amit az RMDS arccal, névvel vállal. Mert igaz, hogy ezen az üzeneten, ezen a pigment színen nincs rajta a tulipán, de mind a három jelölt megosztotta, illetve rengeteg székelyföldi RMDS-es megosztotta. Tegnap ki kellett lépjek a Facebookból, újraindítsam a gépemet, mert amikor 18-szor egymás után bejött ugyanaz, akkor már kezdtem unni. És hát ugye azért mondom, hogy ez az első alkalom, amikor arccal és névvel vállalja ezt az RMDS-t, mert azért volt már ilyen, ezekben a színekben is, magyar jelölt, magyar érdek, román jelölt, román érdek, ha nem tévedek, ez volt az első, szerintem 2084-ben. Tehát, hogy azért voltak ilyen próbálkozások, de ez most azért egy újdonság. És hát felrobbant a Facebook az örökös elégedetleneken túl, azért, hogyha nagyon kéne sarkítsak, akkor azt lehet látni, hogy a városi értelmiség, aki veszi a fáradtságot, hogy kommentáljon a Facebookon, annak nagyon nem tetszett ez. Miért kell lemenni kutyába? Körülbelül ez így lehet összefoglalni, és ezt most a kétfarkú kutya támogatói, akik követnek minket, ne vegyék rossz néven, mert a Fidesz kutyára gondoltak, nem rájuk, ugye Finkelstein, Habony, stb. Minden elhangzott. És hát igen, miért osztottátok meg ezt az üzenetet? Mit jelent a ti szempontotokból? Milyen jó volna, hogyha egy olyan országban élnénk, ahol nem számít az, hogy ide a kocsmára most milyen színű zászlót aggatunk ki, mert nekünk az tetszik. Románia egyszerűen nem hajlandó elfogadni azt, hogy van egy magyar közösség, amelynek megvannak a saját közösségi szimbólumai. Ezt uszító elemként használják évtizedek óta, mindenféle eszközzel próbálják ellehetetleníteni a szimbólumok használatát, és hát erre választ kell adni, és csak olyan választ lehet adni, amely kellőképpen felhívja a közvélemény figyelmét, hogy állj meg, ez így nincs rendben. És a reakcióból az látszott, hogy ezt nagyon sokan így gondolják. Az én Facebook bejegyzésemet 50 ezeren nézték meg, 500-an megosztották, tehát ez azt jelenti, hogy egy valós probléma, amiről mindenképpen beszélni kell. Láthattuk azt, hogy Romániából eltűnni látszik egy szélsőséges alakulat, egy szélsőséges párt, már nincs Nagy Románia párt, nincs Nemzeti Egység párt, de minden pártban megvannak a szolgálatos nacionalisták, akik időről időre előveszik a magyar kártyát. Mikor veszik elő? Amikor a magyaroknak valami mondani valójuk van. Miért van a magyaroknak mondani valójuk? Mert nem hagyják őket, hogy az identitásukat megéljék. Ugye az hangzik el a románoktól leggyakrabban, hogy hát azért támadunk titeket, mert folyton ilyenekkel jöztök, hogy zászló, meg magyar iskola, meg magyarul beszélni, meg kétnyelvű feliratok, nem tudtok románul. Hát nem arról az, hogy nem tudunk románul, hanem az, hogy magyarok vagyunk, jogegyenlőséget kérünk, az anyanyelvünket szeretnénk használni, az anyanyelvünkről szeretnénk tanulni, és a zászlónkat szabadon használni. Ez bárhol Európában nem jelent problémát, vagy Európa nagy részében nem jelent problémát, Romániában viszont igen. Én azt gondolom, hogy nem viszonyulhatunk ezekhez a témákhoz mi sem kesztyűs kézzel, vagy nem valami illatfelhőbe burkolt kis finom üzenetekben reagálni. Ezekre nagyon vehemes és ette nacionalista reakciókra. Egy picit elmondanám, hogy miért volt szükség erre a dühöt kiváltó RMDS határozatra, RMDS kongresszusi határozatra. Lori már elmondta, hogy Románia egyáltalán nem tartja tiszteletben a saját törvényeit. Én ennél tovább mennék, és azt mondanám, hogy a nemzetközi egyezményeket sem, amiket ugye Jóházból való úrilányként aláírt 2007 előtt, amikor ő az Európai Parlament, vagy az Európai Unióhoz akar tartozni, és utána teljesen megfeledkezett róla, ugye férhez ment, és innen tovább semmit nem kell betartani. Na most, gondoljatok, vagy emlékezzetek arra, hogy 20 ezer euróba kerül a székelyzászlónak a kitétele, hogy a községháza az nem komilfó, hogy a magyar himnusz éneklésére Antal Árpiéknak mekkora bajuk volt, és gondoljatok bele, hogy az úgynevezett magyar zászló, tehát a mi zászlónknak az égetésért, ugye feltették a kérdést Cseke Attilának, hogy hát ez miért? Szóval, hogy mi közünk van hozzá, és egyáltalán miért tehetjük ki ezt a zászlót? És akkor pontosan az RMDS program a módosító bizottságában, ami
ugye összeült megbeszélni a kongresszus előtt, hogy mit akarunk változtatni, ott merült fel ez a kérdés, és a közös döntésünk volt, hogy akkor már egyszer mindenkorra szögezzük le, hogy melyek a mi nemzeti erdélyi magyar szimbólumaink. És akkor így derült ki a magyar zászló, így derült ki a székely zászló, a magyar himnusz székely. Pontosan elmagyaráztuk azt is, hogy ki írta a szövegeket, azt is, hogy kizenésítette meg, hogy ne legyenek gondok ezzel. És akkor utána ugye robbant a robbannivaló, és el kell mondanom, hogy a mi általunk megosztott pigmenz, az köszönő viszonyban nincs az az alpári móddal, ahogy ezek a politikusok megnyilvánultak. Ez a dolgoknak az egyik. Hát ezt hogy érted, hogy ez egy úri ilyen ez egy teljesen úri gesztus volt, én úgy gondolom, ahhoz de képest, hogyha valaki... Csillan, nem akarok kötekedni, de ez... azt írja, hogy az alkoholista, az akasztós és a szektus. De melyik, ne, azt mondja a részleteset. Ez a melyik nem igaz? Azt mondtad, hogy úri, tehát Johan, azért tehát nem úri. Nem, azt mondtam, hogy sokkal jobb, mint amit ők elmondtak. Tehát ők hazugságokat mondtak, mi az igazságról beszélünk. Most persze, Péter, igazad van. Ez nem feltétlenül a délután 5 órai teánál felszolgált szép képes lap. De azt kell mondanom, hogy a parlamentben ugye az RMDSZ képviselői, azok nap mint nap találkoznak ezekkel a szövegekkel, és ők nap mint nap megharcolnak, de a parlament halai között ezekkel a hőbörgésekkel. Viszont abban a pillanatban, amikor kijött a köztérbe, abban a pillanatban én azt hiszem, hogy mi mindannyian úgy éreztük, hogy erre most már kell válaszolni. Mert egyszerűen nem lehet az, hogy valaki reggeltől estig ellenünk beszél, felháborít bennünket, a vérünkig megsér, és mi pedig ülünk és hallgatunk, és megisszuk az 5 órai teánkat. Nem csak mi, annyival egészen csatlanom a választóink is, úgy gondolom, hogy Lóri is mondta azért a reakciót. Értelemszerűen lehet vitatkozni, hogy akkor meddig mehetünk el adott esetben. Én nem vagyok a gyűlölet kampánynak a híve egyáltalán, tehát én azért sok mindennel nem értek egyet, ami máskor is zajlik, viszont úgy fogalmaznék, hogy amilyen az agyisten, olyan a fogadjisten. Én valahogy úgy éreztem, és teljesen megjelzésből is osztottam meg, hogy ez még belefér. Tehát, hogy ahogy Csilla mondta, ők hazudtak, mi valahol igazat mondtunk, talán az egyik kollégára kitaláltunk volna egy másikat is, mondjuk azt, hogy a csempész, de ezt lehet fokozni bármeddig. És ha megengedtek nekem is egy véleményt, én értem, hogy az RMDSZ miért lépte meg, de hogyha én kellett volna eldöntsem, nem dobtam volna így be. Nem így dobtam volna be. De az árajjal bezárom, mert a moderátor nem mondhat véleményt. Még egy kérdés, maradva a kampánytechnikánál, és maradva, hát végül is tovább menve ezen a vonalon, ahol elindultunk, egy üzenet, és itt nem csak a politikai üzenetről van szó, akkor erős, hogyha van kontraszt, hogyha valamivel szemben mutatod fel, hogy te milyen jó vagy, vagy hogy a másik milyen gyenge, és hát ugye ezt azért, hogyha valaki esetleg időnként belenéz az M1-be, akkor azt nagyon-nagyon magas szinten tudják folytatni, és ez nagyon komolyan mondom, tehát a politikai kommunikáció szempontjából az ellenfél képnek a generálása az nagyon magas szinten történik Magyarországon. Ki az ellenfele az RMDSZ-nek ebben a kampányban? Ez a három úriember, a magyar ellenesség, kivel szemben határozza meg az RMDSZ magát ebben az időszakban, amikor választási kampányban, akár két választás is, tehát mindkettőre lehet reflektálni. Emlékezünk vissza, hogy 2016-ban a parlamenti választásokon Bukaresttel szemben határozta meg magát az RMDSZ, hogy Bukarest minket sanyargatni akar, de mi az RMDSZ Erdélyt akarja fejleszteni. Na, ez a vállalható párhuzam szerintem, ez az úriemberi megközelítés. Szóval, van ellenfél, ki az ellenfél? Mi az ellenfél akár? Hát, ha már az ellenfelekről beszéltünk, akkor én szerintem itt akár több ellenfél is van. Az egyik ellenfél azok a politikusok, akik számára az őshonos nemzeti kisebbségek ügye nem fontos. És ezek a politikusok lehetnek akár az Európai Parlamentben, de lehetnek akár itthon is.
Hiszen nekünk, én úgy gondolom, hogy az anyanyelvhasználat, a kultúránk megtartása, a szimbólum használataink, mindaz, ami hozzátartozik tulajdonképpen a kisebbségügyi vagy a kisebbségvédelmi törvénycsomaghoz, ezek számunkra nagyon fontos kérdések, és most nem azt mondom, hogy mindenki ellenség, azt mondanám, hogy mindenki potenciálisan meggyőzhető partner, de mindenképpen mi ennek az évrendszernek a mentén nem csak, hogy kampányolunk, hanem dolgozunk immáron nagyon sok éve. Na most a másik, ugyancsak ellentét, amiről szó volt, hogy az a tétje ennek az európai parlamenti választásnak, hogy azok kerülnek-e többségbe, akik csökkenteni akarják a támogatásokat, vagy azok, akik megértik azt, hogy mi itthon Erdélyt fejleszteni akarjuk, akár az önkormányzatainkon keresztül, de beszélhetünk az egyházainkról, vagy másról. És a harmadik ellentét pedig az, hogy azok kerülnek-e többségbe az Európai Parlamentbe, akik továbbra is kettős mércével akarnak mérni, továbbra is úgy gondolják, hogy mi Kelet-Európában még üljünk és egy kicsit tanuljunk, vagy pedig azok, akik egyenlő polgárokként kezelnek bennünket. Hadd mondjak el egy anekdotát, egyébként most történt a napokban. Ugye itt volt Dél-Tirol kormányzó helyettese, Daniel Alfreider, Sepsiszentgyörgyön voltunk, ahol a Székely megyék elnökei és ő aláírtak egy együttműködési megállapodást, aztán eljött a kongresszusra, ahol üdvözölte a kongresszus felszólalt, és hát ugye végén beszélgettünk, hogy milyen élményekkel távozik innen, és azt mondta, hogy hát meg kell mondanom, hogy irigyellek benneteket. És a LED falak miatt? Ők minket irigyelnek, és kérdem, hogy miért? És azt mondja, azért, mert nektek van ellenségetek. Mondom, hát milyen ellenségünk van, és ez miért jó? Azt mondja, hogy azért, mert itt egyértelmű, hogy a közösség együttműködésének, életének, érdekképviseletének van tétje, mert titeket itt nem akarnak hagyni boldogulni. A román állam, a román elit, a román politika nem akarja hagyni kibontakozni ezt a magyar közösséget, és ezt titeket összetart. Azt mondja, hogy Dél-Tirolba belőlünk ez már kiveszett, mert van autonómiánk, mert jól élünk, mert az, hogy milyen döntéseket hozunk, azt mi hozzuk meg a mi autonómiánkon belül, és akkor ez az összetartó erő már el is ult a közösségből. Tehát kívülről úgy látszik, hogy az ellenfél megvan, én is így gondolom, és egyébként Brüsszelben is valóban a közönnyel kell megküzdeni, az a másik ellenfél. A közöny, ami abban nyilvánul meg, hogy mindig minden fontos, csak éppen az nem, ami nekünk, ami közösségünknek fontos. Ugye migránsválság, gazdasági válság, roma tömegek lepték el Nyugat-Európát néhány évvel ezelőtt, akkor az volt a baj, és mindenre hivatkoznak, hogy azért nem lehet az őshonos közösségek ügyéről beszélni. Ez egy hatalmas kettős mérce, mert közben gazdasági érdekek meg mindent tudnak képviselni azok, akiknek elég ereje, elég pénze van. Ezért volt szükségünk nekünk is, hogy egy erőt építsünk fel, és ez a kisebbségvédelmi kezdeményezés, ami európai mozgalommá válhatott, és ezáltal azt mondjuk, hogy nem csupán az Európai Parlamentben alakítunk egy többséget, amely támogatja a kisebbségek ügyét, hanem itt van 1 millió polgár, aki ugyanazt kéri, most már tessék ezt komolyan venni, és ezzel az üggyel foglalkozni. Ellenség, ellenfél? Én igazából ezt három részre bontanám. Ugye egyrészt nem tudom ellenség, inkább ellenfélnek nevezném, a következő 3 hónapban, tehát mindenki, aki ellenünk indul, úgymond a minden politikai párt valahol ellenfelünk, és azon kell nekünk dolgozni RMDS-ként, hogy minél több szemét megszorítsunk, és elvigyünk szavazni, hiszen minden olyan szavazott, ami a második mandátum felett van, az akár esélyt adott egy harmadik mandátumra. Ezen túl akkor, amikor már lejártak a választások utána, az Európai Néppárton belül fontos az, hogy megteremtsük azt a fajta többséget vagy erőt, amellyel meg tudjuk győzni a néppártot, hogy olyan érdeket képviseljen, ami nekünk fontos. Tehát és itt jön képbe majd a harmadik, amikor a néppárt kell azon dolgozzon majd, és azon dolgozzon, hogy azokat az érdeket, amelyeket közösen kitaláltunk, és szeretnénk elérni, azokat végezzük. Tehát, hogy Csilla fogalmazott, igazából most ellenfelek, de egy idő után valószínűleg potenciális meggyőzhető partnerek lesznek ezek a szervezetek. Van egy néhány kérdés, ami a Facebookon érkezett, aztán megadom a szót a teremben is.
Ádám Gábor Kolozsvár. Egy zárójelbe lesajnált, fanyalgó kérdése. Azt hiszem, én sajnáltam le. Gábor, ne harap. Ha ezzel a kis fekete-piros plakáttal az elkövetők ellen harcol az RMDSZ, miért nem románul jelentették meg? Azt komolyan gondolják, hogy Oprea majd magyarul olvassa? Tudjuk, hogy Oprea magyarul olvassa. Valaki lefordította neki. De a szekus nem kell lefordítani. Tehát ott üldögélünk a kormány ülésen, és ponta éppen elvesztette az elnökválasztásokat. És arra kérte az asztal körül ülőket, ugye karácsony előtt volt, Péter, te tudod az történetet, kérlek, ne vigyorodj előre, hogy akkor most lesz szíves mindenki az Ótanbaumot énekelni, mert innen tovább csak németül lehet majd karácsonykor énekelni. És akkor Operáltás megszólalt, hogy az a semmi baj nincs, a magyar variánst is ismeri. Tehát tudjuk, hogy olvassa. Jó. Néma Levente, EP képviselőként mit javasolna a 2020-ban megválasztott marosvásárhelyi RMDSZ-es polgármesternek? Ez jól kezdődik. Hogy a környéken lévő nagyvárosok rég elhagyták fejlődésben Marosvásárhelyet. Milyen programot javasolna neki, és ebben a munkában mit tudna segíteni a polgármesternek? Húha, ez egy doktori disszertációval felérő válasz, rövid, de egy percben Én azt gondolom, hogy ha valaki megnyeri magyarként Marosvásárhely polgármesterségét, annak már nem kell programot írni, ott már minden rendben lesz. Jó, és akkor itt a végén mondom el, hogy másunk kitaláljátok el, ki tette fel ezt a kérdést. A Strasbourgi Emberjogi Bíróság ma, tegnap kérdőjel, 2,7 millió euró kártérítés kifizetésére kötelezte Romániát a restitúció és kárpótlás elakasztása, leállítása miatt. Tudom, hogy az ET nem az EU, de minden EU tagállam egyben ET tag is. Mit lehet tenni Brüsszelben, hogy Románia komolyan vegye ezt a kötelezettségét, beleértve azt is, hogy a restitúciós és kárpótlási folyamatban résztvevők elleni meghurcoltatás megszűnjön. Tehát a kárpótlási folyamatban résztvevők elleni meghurcoltatás megszűnjön. Szerintetek kitette fel a kérdést? Marko Attila. Innen is szeretettel üdvözöljük. Szia Attila. Hiányzol nekünk. Tehát, ugye a kisebbségi, tehát a minority safe-ekben részben ezzel is foglalkozunk, és azt kell mondanom, hogy ezzel a problémával azt hiszem, hogy nincs olyan RMDSZ-es képviselő, aki ne foglalkozna, és a minority safe-ek részét azt fogom hagyni Lórira, hogy mondja-e. Én a következő dolgokat tudom elmondani. Konkrétan azt, hogy Románia ugyanúgy, ahogy a kisebbségi jogok esetében, ebből a szempontból is játsza a legigazságosabb, legnagyszerűbb valakit. Ugye a restitúció in integrum az tulajdonképpen távol van attól, hogy minden volt kommunista országban megtörtént volna, tehát akkor Románia tökéletes. Miközben ugye Bátyányaum, Bánfi erdők, folytathatjuk még a Mikó ügye, és így tovább. Na és akkor... Az európai parlamenti képviselő feladata egy, addig ismételni ezeket a gondokat az európai parlamentben, amíg, mint a kínai csepp eljut az embereknek az agyába, hogy itt baj van, ez az egyik. A második, össze tudja hívni, vagy létre tud hozni olyan nyomás gyakorló csoportokat, akár először a Kárpát-medencei magyar képviseletként, és utána, mert az Európai Néppártnak mégiscsak remélhetőleg a második legnagyobb frakciója leszünk, aki viszont már tud egy állásfoglalást megfogalmazni, tud egy határozatot hozni, és mindenképpen valahogy Romániát oda kényszeríteni, hogy a saját maga által hozott törvényeket tartsa be. Én ehhez azt tenném hozzá, hogy jogállamisági mechanizmus. Ugye az Európai Unió erről kezdett el beszélni az elmúlt években, hogy meg kell találni a módját annak, hogy az Európai Unió közvetlenül beleszóljon abban az esetben, mikor egy ország
letérni látszik a jogállamiság útjáról. Hát én erre jobb példát nem tudok mondani, mint mikor egy ország a saját törvényeit nem tartja be. Márpedig a visszaszolgáltatás esete éppen ez, hogy van rá egy ma is érvényes törvénykezés, csak Románia nem alkalmazza, sőt restriktív módon alkalmazza, ugye az igazságszolgáltatási döntések szembe mennek a törvény tartalmával, és már visszaadott ingatlanokat újra államosítanak. Tehát a jogállamisági mechanizmus nem állhat meg ott, hogy az igazságszolgáltatási intézmények kinevezése körül minden rendben van-e, a hatalmi ágak szétválasztása működik-e megfelelőképpen, hanem az, hogy egyszerűen a jogállam alapját jelentő törvény követés megtörténik-e az állam részéről. És akkor ezen dolgozni kell kisebbségi szempontból is, hogy a kisebbségi törvények betartása is ebbe a kategóriába dolgozzon, kerüljön, és én azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben a következő egy-két év vitája éppen a jogállamisági mechanizmus kialakításáról fog szólni, tehát európai parlamenti képviselőként itt konkrét javaslat megfogalmazási lehetőségünk lesz. A másik pedig az, hogy minden nemzetközi fórumon felhívjuk erre a figyelmet. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban volt az RMDS küldöttsége. Sokat tanakodtunk azon, hogy hogyan mutassuk be az erdélyi problémák közül, mi az, amit érdemes elmondani az Egyesült Államokban, és kiderült, hogy a washingtoni törvényhozásban az államosítás kérdéskör az egyetlen, amit igazából meg tudnak érteni, mert ott a magántulajdon a szent. Olyan nincs, hogy visszaadják és nem adják vissza. A Bechtelt, azt is értették. Egy kereskedelmi szerződés, de az, hogy valakinek tulajdonában volt egy kastély, egy iskola, egy közösségi tulajdon, és azt arra törvény van, hogy visszakapja, de mégsem kapja vissza, sőt, már egyszer visszakapta, most megint elveszik tőle. Tehát ezt nem tudták egyszerűen felfogni a törvényhozók az Egyesült Államokban, de ugye ezt vetettem fel az ENSZ kisebbségügyi fórumán is Genfben, hogy vannak ezek a megoldatlan kisebbségi ügyek, amelyeknek ez egyik nagyon markáns eleme az ingatlan visszajuttatás. Én ez nem sokat tennék hozzá, én csak annyit tennék még mellé, hogy én is azt látom a legfontosabbnak, hogy mindenhol, ahol tudjuk hallani kell a hangunkat. A magyar ifjúsági értekezletnek az elmúlt egy évben talán a legnagyobb eredménye az, hogy az Európai Néppárt ifjúsági szervezetébe alelnököt tudtunk nevesíteni, és most a hétvégén is, a kongresszus is zajlott, azon dolgozta a kollégák Prágában, ahogy tájékoztatták például az ott lévő kollégákat amúgy a helyzetéről. Hát én úgy gondolom, hogy az is az lesz a szerepünk nekünk, hogy minél több helyen. Én bevallom, én szkeptikus voltam régen, hogy akkor elmegyünk Európába és elmondjuk, és aztán majd valami megoldódik, de úgy gondolom, ez az elmúlt három évben látszott elég komolyan a minority szépnek köszönhetően, hogy egyre többen felfigyeltek ránk, egyre többen beszélnek rólunk, és úgy gondolom ez a legfontosabb, hogy minél több helyen hallassuk a hangunkat. Ezek szét a teremben parancsol. Itt van egy kéz, ott van még egy kéz. Három, a polgármester. Itt volt az első előr, vegyük jelentkezési során, mert másképp aztán engem itt megdobálnak a résztvevők. Sziasztok, Brassai Gunor vagyok. Ha már kampány és a stratégia részén járunk, én arra kérdeznék rá, hogy szerencsés megközelítésnek tartjátok azt, hogy mobilizációs szempontból akár, hogy az RMDS úgymond nem harapott rá, illetve nem élt azzal a lehetőséggel, amit a két kisebb erdélyi magyar párt ajánlott fel a koalíciós lista tekintetében. Ez mobilizációs technika szempontjából szerintetek jó üzenet, hogy jobb a két biztosnak tűnő RMDS-es mandátum, mint az esetleges három mandátum az erdélyi magyarságnak? Köszönöm szépen! Én reagálnék akkor elsőként. Én úgy gondolom, hogy a szövetségi elnök ezt a kérdésre valamilyen fra megadta a választ. Hát azt az összefogást igazából, amit többnyire az MPP és az RMDS között született, az igazából nem az EP választás, kik kell nézni, vagy az EP választáson kell nézni, hanem előre kell tekinteni. Tehát az MPP szempontjából én úgy gondolom, hogy az elmúlt 2016-os választások ilyen szempontból példaértékű volt számukra, hiszen megduplázták a polgármesterek számát és két parlamenti képviselőjük van.
igen, valóban igény van összefogásra, tehát ez látszik, hogy a magyar emberek azt várják el, legyen egyfajta összefogás a magyar pártok között. Viszont az EP választásokon lévén, hogy két, max. Három bejutó helyről van szó, én személy szerint nem látom azt, hogy az első két helyre az RMDS, MPP vagy Néppártnak kellene egy helyet adjon a bejutó között. És még van egy dolog, és az konkrétan az, hogy az azért nem lehet, hogy reggel azt olvassuk az újságban, hogy az RMDS a rossz, a csúf és a minden egyéb, és akkor délután kérjük a harmadik helyet az RMDS listáján. Tehát akkor, amikor össze kellett például gyűjteni a minority szépekhez az aláírásokat, és amikor megegyeztünk abban, hogy az IMMP nevezzük nevén a gyereket, összegyűjt mentőmennyi aláírást, és akkor végén kiderült, hogy nem. Tehát ez az egyik dolog, és a másik dolog az, amit Csongi mondott, két biztos befutó hely van. Tehát a két biztos befutó helyre kicsit nehéz lett volna beosztani úgy a számarányoknak megfelelően, vagy politikai eredményeknek megfelelően a bejelentkezett jelölteket, hogy az azért az igazi politikai súlyt képviselte volna. Csak annyit enged meg, hogy két biztos, hogy ha az RMDS átlépi az 5%-ot, tehát potenciálisan biztos, igen. Valóban egy politikai egyezmény a lehetőségek és a politikai súly figyelembevételével történhet meg, és azért az erőviszonyok Erdélyben eléggé világosak. Tehát az RMDS kapta meg az erdélyi magyarok 90%-ának a támogatását. A választásokon részt vett Erdélyi magyarok. Tehát az a támogatás, ami a választáson történik, az, aki otthon marad, annak a véleménye nem számít, ugye? Ez kétségtelen. Nos, az erőviszonyok körülbelül... Nem számít a választási eredmény szempontjából. Igen. De elviszük szavazni legközelebb. Jó. Tehát, hogy az erőviszonyok azok nagyon aránytalanok az RMDS javára. Na most, aki egy kis arányból szeretne tárgyaló pozíciót szerezni az RMDS-szel, az nem ultimátumokat fogalmaz meg, hanem felismerve a lehetőségeket elkezd tárgyalni, hogy egyáltalán mi az, ami szóba kerülhet. Én azt gondolom egyébként, hogy az, ami az MPP és az RMDS közötti együttműködést illeti az elmúlt években, annak vannak eredményei. És egyébként a FOER-ben, a kisebbségi ernyőszervezetben kezdődött az együttműködés, hogy ők taggá váltak, és azután alakult ki a parlamenti lista, ahol két befutó helyet szerzett az MPP, és azóta is működik az a közös felismerés, hogy vannak nemzeti ügyek, amelyeket mindkét szervezet támogat, és a nemzeti ügy az, hogy ott legyünk a Bukarestben, ott legyünk Brüsszelben, legyen a közösségnek képviselete, és vannak olyan témák, amelyek mögé beállnak. Az MPP beáll például a Minority Safepack aláírásgyűjtés mögé, sőt, együtt dolgozunk a FOEM-ben, részt vesznek a rendezvényeinken, tényleg hozzájárulnak a munkához. Az EMMP pedig sajtótájékoztatókat tart, közleményeket küld, csak éppen a munka marad el, ja, és lesajnálja az RMDS-nek a tevékenységét, azzal szembeállítva, hogy az övéket nagyon nehéz volna úgy értelmezni. Nekem még egy hozzáfűzni valóm lenne, én úgy gondolom, hogy az összefogás nem feltétlenül tisztségbe kell mérni. Tehát, hogy meg kell szabni bizonyos elveket, amelyek mentén ezt meghatározunk, viszont ebben a helyzetben szintén ugyanúgy, még egyszer ráerősítenék, nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy akkor kap-e a Néppárt bejutó helyet, vagy nem kap bejutó helyet. A média oldaláról nézve, ez érdekes, ez az egyeztetés sorozat, ami elindult, ugyanis a tegnap kiadott MPP-s közleményben van egy fél mondat, ahol az van benne, hogy semmilyen Zsolt azt mondta, hogy ne zavarjuk meg az RMDS-t ebben a választási kampányban. Nem ezeket a szavakat használják, de hogy figyelembe vesszük a magyar kormány üzenetét, ami elhangzott az RMDS kongresszusán, és ugye semmilyen Zsolt a kongresszuson azt mondta, hogy aki az RMDS-t gyengíti, az az erdélyi magyarságot is gyengíti, de nagyon fontosak ezek a tanácskozások és az utána kiadott közlemények és nyilatkozatok, a Kolozsvári Rádió is foglalkozott ezzel. Megyünk tovább, a fiatal ember, aki a Kolozsvári Rádióban futott be, abból híres, hogy szerepelt nálunk élőben. Jó estét kívánok, én Szepesi László vagyok, és ha már itt a kampány témánál vagyunk, meg a határok feszegetésénél, nekem eszembe jutott egy eléggé érdekes pillanat.
És az lenne a kérdésem, hogy szerintetek mennyire elfogadható az, hogyha egy RMDSZ-es EP képviselő azzal viccelődik, hogy Sargentini. Nekem van egy nagyon jó barátom, díjazott művész. Ő kapta az első erdélyi magyar portás kultúráért díjat, festőművészet, képzőművészet kategóriában. Úgy hívják, hogy Részeg Botond. Soha nem engedtem meg magamnak azt a luxust, hogy gúnytűzzek a nevéből. A Botondról nem is lehet nagyon. Igen, igen, jaj, dehogy nem, az öcsém Botond, nem akarom nektek elmondani, hogy mi mindent el lehet mondani egy Botondról. Én most konkrétan a részekről beszéltem, de valakit érdekel a gyerekkoromnak ez a nagyon fantáziadus része, akkor nagyon szívesen elmondom, nagyon sok dolgot el lehet mondani Botondról visszatérve. Én azt hiszem, hogy egy embernek a teljesítményét, a munkáját kell méltatni, és nem feltétlenül a nevéből gúnytűzni, hogy ez véletlenül történt, vagy pedig akarattal. Én úgy olvastam a nyilatkozatokba, hogy ez azért nem akarattal történt. Jó, köszönjük szépen, itt bólogatnak az urak. Igen, arra bólogathatok, hogy nem akarattal. Meg vagyunk győződve, hogy nem akarattal történt. Én is. Volt még egy kéz. Igen. Sorszolgálást. Köszönöm szépen. Nekem egy olyan jellegű kérdésem van, nem kimondottan szakmai, ugye hát a választások kapcsán... Valami pénzt a kultúrpalotára. Jó, hát arról is lehetne mesélni, hogy milyen az EU-s szabályozás Romániában, hogy miért háromszor annyi a papírmunka, mint mondjuk egy átlag EU országban. És hát utána, amikor a pályázó cég megjelenik, akkor az a feltétel, hogy ugye a nyitott verseny kapcsán ne legyen semmilyen szakmai tapasztalata. Erre, amikor a projekti cég megérkezett, aki megnyerte a pályát, és meglátta, hogy Palato Culturi, akkor azt hitték, hogy valami coming kulturál. És amikor mondták, hogy hát ez kicsit bonyolult lesz ez a munka, nagyon meglepődtek. De nem ez a kérdés, ez csak a kultúrpolta kapcsán egy megjegyzés. Tehát nekem az a kérdésem röviden, hogy ugye a romániai politikai paletta általában nem ösztönzi ugye a választókat arra, hogy részt vegyenek, és tudjuk, hogy az RMDSZ szereplése is részben függni fog attól, hogy hogyan mobilizálódnak a román szavazók. Ennek kapcsán ugye az lesz a kérdés, hogy hogyan mobilizálódnak a magyar szavazók is, hiszen nagyon árnyalt a kép, most nem akarok belemenni a Marosvásárhelyi politikai helyzetbe, ami külön érdekesség lesz, de hogy jobb is. Hogyan látjátok ti azt, hogy az 5%-ot elérni, illetve legyünk optimisták, és mondjuk azt, hogy lesz 3 EP képviselő, én ezt szeretném látni, de ebben kérem a ti véleményeteket. Köszönöm. Kezdeném én, Csilla azt mondta, kezdjem én. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben, évről évre a magyar emberek is közelebb kerültek az Európai Unióhoz. Tehát egyre inkább azért az emberek látják, érzik azt, hogy mi zajlik Európában a lehetőségekből. Még most is rengeteg probléma van. Pont ma Marosvásárhelyi Rádióban arról beszélgettünk, hogy sajnos egy olyan fiatal, aki mondjuk nem nincs benne rendszerben, egy ifjúsági szervezetben, hogyha mondjuk pályázni akar valahol, akár fiatal vállalkozók, én nagyon nehezen tudja megtalálni akkor, és így kerül mondjuk oda egy konzultáns székhez, tehát azért még rengeteg van, amit javítani kell, viszont a mai fiatalok beleszülettek gyakorlatilag az Európai Unióba. Tehát, hogy ők ebben nőttek fel, ők nem emlékeznek nagyon sok nagy részük arra, hogy akkor mennyire nehéz mondjuk Európát bejárni, jóval olcsóban tudják bejárni, utazni. Az Erasmusnak köszönhetően rengetegen a lehetőség van, amivel élni tudnak. Viszont nekünk az a dolgunk, hogy tudatosítsuk azt, hogy ez igazából az Európai Uniónak köszönhető, annak köszönhető, hogy mi ott vagyunk. És én úgy gondolom, hogy ha már engem kérdezel, akkor az fiatalok az, ahonnan van bőven még tartalék, hogy el tudunk vinni vagy szavazni. Ezért fontos számunkra az, hogy a harmadik helyen az ifjúságjelöltje legyen, nem magamért, nem én, tehát nem magamnak kérem a harmadik helyet, nem a miértnek kérjük a harmadik helyet, hanem az erdélyi fiataloknak kérjük a harmadik helyet. Mert úgy gondoljuk, hogy a következő 3 hónap egy igazi kihívás tud akkor lenni, egy plusz motivációt tud adni az ifjúsági szervezeteinkben dolgozó fiataloknak is arra, hogy tovább ösztönözzék a helyi fiatalokat arra, hogy elmenjenek a szavazni. Ezt a harmadik helyet, ezt már mondtad máshol is? Igen. Nekem új volt. Zavar, mert az 5. volt már ezelőtt 10 éve. Megvan a headline, Péter.
Először az ellentét kérdésre válaszolnék, a bürokrácia csökkentése, mert tényleg így van, hogy más EU-s tagállamokkal összehasonlításban Romániában nagyobb a pályázati bürokrácia, hogy ez miért van, és nyilván, hogy a bürokraták, vagy a román állam különböző hatóságai azt mondják, hogy Brüsszel követeli meg itt, de ez nem így van. Tehát Brüsszel követel egy keretet, és azt hogyan tölti meg, milyen szövevényesen tölti meg belső szabályozásokkal, az az illető államon múlik, és Románia ezt maximálisan kihasználja. Valószínűleg amiatt is, hogy tartanak a köztisztviselők attól, hogy bármit is aláírjanak, ha ahhoz nincsen egy hatalmas tóc pecsétes papír. De ezen lehet változtatni, hogyha bemutatjuk itt Romániában azt, hogy az igazi, a brüsszeli szabályozás jóval egyszerűbb lenne, hogyha az egyszerű megoldást választaná Románia. A második része pedig a válasznak, hogy hogyan szólítjuk meg az embereket. Hát őszintén beszélnünk kell a polgárokkal arról, hogy miért van ez a kettősség, ugye az RMDS kommunikációját, hogyha ha látjátok, akkor abban eléggé fura, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy jó volt az Európai Unió az erdélyi magyaroknak, jó az Európai Unió a romániai magyarságnak, és ezt és szükség van az uniós tagságra, mert a közösségünket erősíti. Másrészt pedig problémáink vannak az Európai Unióval, kritikákat fogalmazunk meg az Európai Unióval kapcsolatban, elsősorban sajátos kisebbségi ügyeinkre vonatkozóan, és ezt a kettősséget kell nekünk nagyon jól elmondanunk. Én azt mondom, hogy megvannak rá az érvek, hiszen a romániai magyar közösség 50 évig kommunizmusban élt, az Európai Unióhoz szerettünk volna tartozni, Európához szerettünk volna tartozni, ez egy földrajzi és geopolitikai helyzet volt akkor, ami megváltozhatott szerencsére az uniós tagsággal, mi Európa része vagyunk, végre ezt felismert az Európai Unió, befogadott bennünket is, oda, ahol egyébként a helyünk van, de nem biztos, hogy minden tökéletes ott abban a házban, ahol közösen az Európai Unióban élünk, és minél hosszabb ideig vagyunk ott, annál inkább megismerjük a működési mechanizmusait, és rájövünk arra, hogy mi az, ami nem működik, és mi az, amin javítani szeretnénk, és erre vannak nagyon konkrét elképzeléseink. Tehát azért kritizáljuk az Európai Uniót, mert szeretjük, mert oda akarunk tartozni, és javítani kívánjuk. Szerintem erre egy szó van, egy válasz van, és az az, hogy munka. Tehát egyszerűen el kell jussunk oda, hogy minél több ember egyetértsen velünk abban, hogy a tétje ennek a választásnak, ez az, amivel Péter kezdte, ugye óriási. Tehát el kell mondanunk azt, hogy azért kell ott lennünk az Európai Unióban, azért kell ott lennünk az Európai Parlamentben, mert azt akarjuk, hogy több támogatást legyen, azt akarjuk, hogy kisebbségi törvény, kisebbségi jogainkat szavatoló törvényt akarunk kiharcolni. Tehát mindezek a tétek, tehát a jelenlétünknek a tétje, én nagyon reménykedem abban, hogy mobilizáló tényezőként fog hatni, hiszen, és most nem a standard riogatás történik, az a két képviselői hely az nem marad betöltetlenül. Ebbe biztosak lehetünk. Két megjegyzés a Facebookról, aztán majd a Facebook kérdésekre is visszatérjünk. Az egyik Marko Attila azt üzeni, hogy köszönöm a válaszokat, ölelek mindenkit, sok sikert. És a másik, a kedvenc hozzászólásom Háromszékről, Kis Ágoston. Én a műsorvezetőt ajánlanám jelöltnek lóhosszal. Lejárt a jelentkezési határidő. Jó, szétnézek a teremben. Igen, parancsolj. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Én Dúl Bence vagyok, és nekem az lenne a kérdésem, bocsítson, ez nem feltétlenül hozzád szól, inkább a többiektől kérdeznék. Szóval nekem, ugye 4 évvel ezelőtt is nagyjából, tehát Csongi kivételével ugyanez volt a felállás az európai választások előtt, az európai parlamenti választások előtt. És az lenne a kérdésem, hogy ugye, hát Winkler Gyula és Sógor Csaba kerültek be, és azóta mi változott, vagy mivel vagytok most jelenleg jobbak, mint Sógor Csaba és Winkler Gyula. Köszönöm, hogy nem kell én válaszoljak. Lehet, hogy nem jobbak, csak ők ketten gyengébbek. Nem, ez nem igaz.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt öt esztendőben, és nem csak azzal, hogy az Európai Unió változott, és ehhez adott esetben egy picit más hozzáállásra van szükség, hanem az RMDS külpolitikai tevékenysége és ezáltal a romániai magyarság jelenléte változott. Ez a Minority Safe Pack kezdeményezés, amit itt ma is már többször elmondtunk, ez valóban egy hatalmas lehetőség az elmúlt két évtizedben. Nem volt egy ilyen jellegű kezdeményezés még, amit a polgárok közvetlenül kérnek az Európai Uniótól, hogy alkosson jogszabályokat az őshonos kisebbségek védelmében. És most eljutottunk ezzel abba a szakaszba, hogy összegyűltek az aláírások. A következő lépés az, hogy be kell nyújtani az Európai Bizottsághoz ezeket az aláírásokat, és onnantól kezdve mi polgárok, vagy mi kezdeményezők közvetlenül erre a folyamatra nem tudunk hatni. Bekerül az Európai Uniós intézményekben, Európai Parlament, Európai Bizottság, Európai Tanács, és ott fognak döntések születni, a lobby ebben a három intézményben zajlik, tehát ott kell lenni az Európai Parlamentben, ahhoz, hogy európai biztosokkal lehessen beszélni, ahhoz, hogy az Európai Tanács állam és kormányfőit meggyőzzük arról, és létrejön egy kritikus többség, amely támogatja az őshonos kisebbségek jogainak törvény általi szavatolását, és én azt gondolom, hogy ez most egy olyan lehetőség a romániai magyarság, de az összes európai őshonos kisebbség számára, hogy ezt feltétlenül ki kell használnunk. Na most ezt a témát, hogyha úgy tetszik, ennek a koordinációs feladatait az RMDS megbízásából én láttam el, és én azt gondolom, hogy ezt most az Európai Parlamentből kellene folytatni. Tehát ez egy munka, én azt gondolom, hogy az európai parlamenti képviselőink is kiváló tevékenységet végeztek az elmúlt esztendőkben. Csongi sem unatkozott, Csilla is rengeteget dolgozott, tehát tulajdonképpen egy közös célért dolgozunk, és igazából nem a gyengébb láncszemet keressük, hanem azt, hogy hogyan tudjuk a közösség ügyeit még inkább megjeleníteni és képviselni az európai szintéren. Azt gondolom, hogy ennyi és nem több az RMDS-en belüli jelenlegi belső verseny, amire végül pénteken majd pont kerül. Azt kérdezted, hogy mi változott az elmúlt 4 évben, vagy mi változott az elmúlt 5 évben, hiszen ezelőtt 5 évvel volt ugyanilyen kampány. Elmondom, hogy mi változott. Lezárult az a finanszírozási ciklus, ami 2007-2013 között volt, hiszen az Európai Uniós pályázatoknál oda tudjuk, hogy az N+2-es, tehát 2 évvel kitolódik. Oké, tehát ott nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztünk, jót is, rosszat is, az EU-s pályázatokról. Na most, én az elmúlt években tényleg nagyon-nagyon sokat utaztam, önkormányzati képviselőkkel, gazdákkal, egyházakkal beszélgettem, állandóan hívnak, hogy mit kell csinálni ennél vagy annál a pályázatnál, és tulajdonképpen egy csomó tapasztalatot leszűrtem. Ők elmondták, hogy mi az, ami nem működik, és mit kellene változtatni. És én tulajdonképpen ezért szeretnék, vagy ezért is szeretnék az Európai Parlamentben dolgozni, hogy tudjam azokat a változásokat, amiket ők kértek tőlünk, azokat életbe lépteni. Ez az egyik dolog. És a másik egy személyes dolog, ami változott, az elmúlt 4 esztendőben az Európai Bizottság szakértőjéből az egyik zsűriének az alelnöke lettem, és pontosan megtapasztaltam azt, hogy mit jelent egy számodra teljesen életidegen, eleinte teljesen életidegen környezetben elérni a céljaidat, partnereket szerezni. És akkor pedig úgy gondolom, hogy ezt a tudást, amit én megszereztem, én ezt szeretném továbbvinni, ha úgy tetszik, még egy magasabb szintre emelni, és mindenképpen kamatoztatni azért, hogy azokat a problémákat, amit most már rendszerint elmondtunk, azokat sikerüljön megoldani. De Csongi jelezte, hogy nehogy ezen múljon a harmadik hely, ő is válaszolna. Nem pont ezért, hanem igazából azért szeretnék reagálni, hogy megerősítsem azt, amit a kollégáim mondanak, nem csak amit ők ketten, hanem a Sógó Csaba és Winkler Gyula erősségét is ilyen szempontból, hiszen lévén, hogy én nem vagyok velük versenyben, ők mind a 4-en az első 2 helyre pályáznak, ki csak a 3. helyet kérjük. Én úgy gondolom, hogy bárki lesz az első 2 befutó helyen, azt a munkát és azt a kampányt, azokat az üzeneteket, amelyeket megfogalmazunk, azokat a problémákat, amelyekre megoldást keresünk, mind az 5-ön, és nem csak az 5-ön, hanem az egész RMDS a következő 3 hónapban az érdemben fogják tudni képviselni. Ebben biztos vagyok. Javasolom,
hogy térjünk át a surmó kérdésekre. Most amilyen látom, hogy telik az idő, hány óra van, hol érve az idő. Meddig van kimenőtök? Két szett surmó kérdéssel készültem. Nem kell feltétlenül feltegyem az egészet. Az egyik, kezdem Csillával, mert pont azt kérdezek rá, amit itt a végén elmondott, hogy tapasztalat a pályázatírásban, stb. Január 25-én egy Maszol interjúban elmondtad, hogy több pénzt kell hozni a kulturális örökség helyreállítására, illetve szakértőket fogsz hozni, mert megvan ez a hálózatod. De hát erre ott vannak a pályázatíró cégek. Miért kell európai parlamenti képviselő legyél, hogy tanácsot adjál a pályázatírásban? Elmondom. Ezelőtt két héttel voltunk azt hiszem Szatmáron, a párciumi polgármesterek és alpolgármesterek fórumát szerveztük meg, ahová elhoztuk az Európai Bizottság egyik szakértőjét, aki arról beszélt nekik, hogy mi fog változni a 2021-2027-es periódusban, tehát mi az, amire fel kell készüljen. A pályázatíró cégeknek az az érdeke, hogy eladják a saját munkájukat, és ők írják meg az önkormányzatok, az egyházak, a cégek helyett a pályázatokat. Amit én javasolok, az ez ennél sokkal több. Az idejében elhozni az információt, évekkel azelőtt, hogy tulajdonképpen a pályázat íródjon, azért, hogy ezek az önkormányzatok, ezek az egyházak, vagy pedig a civil szervezetek idejében tudjanak felkészülni ezekre a változásokra. Ha egy percre a városrendészetnél maradunk, vagy városrendezésnél, városfejlesztésnél, tehát mindenki tudja, aki az önkormányzatban dolgozott, hogy abban a pillanatban, ahogy neked megszületik az ötletet, hogy valamit akarnál csinálni, egészen addig, amíg meg tudod csinálni, kb. Két és fél év telik el, hiszen csak a kulturális minisztériumnál ül a dossziér 5-6 hónapot. Na most, ez az én célom. Idejében szakszerű információt hozni, azért, hogy fel tudjunk készülni. Csombival folytatjuk. 1990-ben a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége kért utoljára bejutó helyet az RMDSZ-től, és kapott is többet, azt hiszem 6-ot. Például Márton Árpád akkor jutott be először, de nem utoljára. És utána majdnem 30 éven keresztül ilyenről sose volt szó, hogy bejutó hely alanyi jogon fiataloknak. Miért pont most jutott ez eszetekbe? Miért nem a parlamenti választásokon, ahol sokkal nagyobb a pizza és többre lehet szelni? Miért nem az önkormányzati választásokon, mert ott valóban vannak kvóták, de nem a bejutó helyekre vonatkozik, hanem nyugodtan a fiatalokat és a nőket fel lehet pakolni a lista vezetés a végére, hogy legyen a szabályzatnak és a törvénynek megfelelő. Tehát nem alanyi jogunk kérdezik. Most a mostani helyzetben, akkor, amikor eldöntöttük, hogy lesz a jelöltje a Magyar Ifjúsági Értekezletnek, kiderült az, hogy kik lesznek a jelöltek, és ki én leszek a jelöltje, akkor igen, azt mondtuk, azt fogalmaztuk meg, hogy bejutó helyet kérünk. Utána ezt finomítottuk olyan szempontból, hogy nem odafigyeltetek a magyar kormány üzenetére. Nem, akkor még nem volt meg a magyar kormány üzenet, és amúgy mi az RMDSZ partnerszerzeteként javasoltunk, nem pedig. Viszont visszatérve a kérdésedre, úgy gondolom, hogyha mi nem hisszük el magunkról miértként, hogy ott tudunk jelöltet állítani, meg tudjuk azt a munkát csinálni. Mondottuk van azt is, hogy aztán majd megvárjuk az RMDSZ, hogy kérjen fel, és ott valahol a listán, hogy adnak-e helyet, akkor azt elfogadjuk. Úgy gondolom, hogy pont ez a legfontosabb, hogy konkrét elképzelésekkel jöttünk, összeállítottuk a programunkat, amit szeretnénk, illetve a kampányokat előkészítettük. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés ilyen szempontból, hiszen ebből is az látszik, hogy a Magyarországi Értékezet felkészült az európai parlamenti választásokra. Tehát, hogyha finomítottátok az álláspontotokat, akkor mégsem hittitek el, hogy meg tudjátok csinálni. A harmadik helyre bejutott. Ezzel az a baj, ezzel az üzenettel, hogy amikor majd bejut kettő, akkor kudarcérzés lesz, hogy a túl sokat mondjátok a harmadikat, mert azért bőven 8% fölé kell menni, vagy bőven 7% fölé kell menni, hogy esetleg bejöjjön a harmadik. 32 helye van most Románia? 33. Ugye 3,3% egy mandátum, az 6,6% két mandátum, utána e fölött minden esetleg bejöhet a harmadikba, attól függ, hogy mennyi szavazat megy a kukába, stb. Remélem nem azért vagy itt velünk, hogy elbizonytalanítsd a fiatalokat. Nem, azért vagyok itt, hogy a surmó kérdés kategóriát feltegyem, de ezeket Csenge írta, nem én találtam ki. Beszélünk a rendezvényt. Jó, Lóri.
azt mondod, és az egyik fő üzeneted, és a Minority Safe Pack is gyakorlatilag ebbe a fő üzenetbe, fő csapásban van becsomagolva, hogy európai szintre kell emelni a kisebbségi kérdést, legyen egy olyan minimum szabályozás, amivelnek meg kell feleljenek a... Mindig megállapodással sikerült ezeket a kérdéseket rendezni. A fejemet a kérdés első felén azért ráztam, mert elhangzott az, hogy minimum standard, és én ezt elből nem tudom elfogadni, hogy a kisebbségekben van egy minimum, mert a minimum az most Görögország és Franciaországból el sem ismerik a kisebbségek létét, tehát annál lenne tényleg nincs. Az volna az ideális az európai őshonos kisebbségek esetében, hogy legyen egy olyan szabályrendszer, amelyet az Európai Unió megkövetel a tagállamoktól, és ennek az első pontja tényleg az, hogy betartsák a saját törvényeiket. Ezt a jogállamisági mechanizmus keretén belül rendezni lehetne. A másik az, hogy a Minority Safe Pack révén a különböző szabályokba, a szabályozásokba hozzuk be az őshonos kisebbségek jelenlétét, bővüljenek ki a regionális programok, a kohéziós alapokba kerüljenek be a régiókban élő őshonos kisebbségek, és a sok más területen az anyanyelvhasználat, oktatás jöjjenek be, kerüljön be az őshonos kisebbségek képviselete, illetve a másik dolog, amit mi elvként szeretnénk elfogadtatni, az, hogy az Európai Bizottság támogassa azt, hogy a egyes tagállamokban született jó kisebbségvédelmi gyakorlatokat megosszák egymással. A tagállamok nem csak a gazdaságban működhet ez a dolog. Na most tudatában vagyunk annak, hogy ez az egész Minority Safe Pack csomag, meg az, hogy a kisebbségek védelme Európai Unió szinten rendezve nem egyik napról a másikra történik, még csak nem is egyik évről a másikra. Egy ideális esetben az Európai Unió szerződések módosítására lesz szükség, arra, hogy a kisebbségvédelem megosztott kompetenciává váljon a tagállamok és az Európai Unió között, és az hozza tényleg el azt, hogy konkrétan és aztán részletekben menőkig számon kéri az Unió a tagállamokat. Még futunk egy gyors kört a surmó kérdésre. 2 perc van? 3 perc? Sajnos nincs erre lehetőség. Nekem most volt 3 kérdés. De a mikrofon nem működik be. Csak vicceltem, hogy nincs lehetőség. Van lehetőség, kapcsoljátok be. Köszönöm szépen. Na, közben visszajött. Ezek nem az én surmok kérdéseim voltak, hanem a surmok kérdés az most jön, az én a saját. Ugye én vásárhelyiként folyamatosan tapasztalom azt, hogy minden rangsorolás után jön egy nagyon-nagyon komoly sértődési hullám, ahol mindenki megsértődik mindenkire, és mindenki a sorokban duzzog, és sír, békát és bogarat, és mindenkit ráhord az esetleges bejutó helyre kerülő polgárra. Most a kérdésem az, hogyha ti véletlenül úgy adja az Isten, hogy nem juttok be a két biztos bejutó helyre, vagy reményeink szerint biztos bejutó helyre, akkor meg fogtok egymásra haragudni? Úgy érzem, az a kérdés engem megint kikerült. Nem, te nem kell rá válaszolni. A szártagokra fognak megharagudni, nem egymásra. Unorra. Többet szóban nem áll. Nem, hát én azt gondolom, hogy az élet hétfőn is megy tovább, és azért munka rengeteg marad, így is. Én azt gondolom, hogy az a tevékenység, amelyet a FUEM-ben folytatok, például azt mindenképpen folytatni kell, az Európai Parlamenten kívül is nem lesz annyira eredményes, mint EP képviselőként vihetném tovább a közös ügyet, a Minority Safe Pack-et, de az RMDS külpolitikai képviseletében nagyon sok munka van, és én azt gondolom, hogy mindenképpen egy marad helyünk az RMDS-ben azután is, hogy esetleg nem kerülünk befutó helyre. Ez az elmúlt 5 esztendő is eltelt gyorsan. Igen, a kigyógyult békát kiabálás az legalábbis nem az én asztalom, tehát nem ezt fogom csinálni, ha véletlenül nem sikerül. Ha véletlenül nem sikerül, akkor el kell mondom, hogy el fog menni egyet sízni, mert hogy az elmúlt hónapokban így helyen közel láttam a családomat, és azért szeretnék mondjuk. Tehát a friss levegő az jót tesz az embernek ilyenkor. De úgy, ahogy Lóri is mondta, nagyon-nagyon sok feladat van. Én azonban úgy érzem,
hogy azért igazán eficiens ott tudnék lenni, tehát azért csak bízom abban, hogy az első két hely valamelyikét meg fogom szerezni. Szétnézek a teremben, nem teszem fel a második kör, kezd zaj lenni, ez azért egy diszkrét jelzés, tessék parancsolni, itt van egy mikrofon, kérünk szépen. Magyari Edit vagyok, és én azt szeretném megkérdezni, mert ugye minden szavazat számít, nagyon számít, azt a generációt hogyan szólítják meg, amelyik már egy kicsikét túl van a surmokkoron, mint én is. Van egy felmérés, hogy ön a biztos szavazó kategóriába tartozik, nem szólítják meg, lesz egy plakát majd. Hát én gondoltam, hogy erre Csongi kellene válaszoljon, mert hogy ha már az ifjúsággal foglalkozó kérdésekről, akkor akár erre is nyugodtan tudna. A felméréseink természetesen azt mondják, hogy az én generációm, igaz, és a nálamnál idősebbek azok a biztos szavazóink. Én azonban úgy gondolom, hogy mindannak, amit mi elmondunk, annak tulajdonképpen minden egyes erdély magyar emberhez kell szólni. És én azt hiszem, hogy mindazok a dolgok, amiket felsoroltunk, amit az RMDSZ is felsorolt, illetve mi hárman és a másik két kollégánk, aki ma nem tudott itt lenni, felsoroltunk abban, amit elmondtunk, az tulajdonképpen elég nagy mértékben megszólítja ezt a korosztályt is. És mivel valami... Tessék, hogy jut el hozzuk? Hát én azt hiszem, hogy azért igyekszünk olyan kommunikációs csatornákat használni, legyen az a tévé, legyen az a sajtó, olyan az írott sajtó, legyen az a Facebook, hiszen én azt tudom, hogy az én generációm, a szüleim generáció is egyfajtában a Facebookon lóg, amin keresztül el tudunk jutni. Viszont, ami ennél még sokkal fontosabb, az az, amit legalábbis mi hárman és a kollégáink tulajdonképpen állandóan csinálunk, és ugye nem csak kampányban, hanem azt mondom, hogy állandóan. És az pedig a személyes jelenlét, tehát a különböző fórumok, a különböző találkozási lehetőségek. És ezek nem feltétlenül csak megszervezett események, hanem tényleg egyfolytában járjuk az országot. És nincs olyan momentum, amikor valaki bennünket megkérdez, egyszerűen arra ne válaszoljunk, vagy pedig ne menjünk el egy olyan eseményre, ahol normálisan lehet egy beszélgetést lefolytatni. De ennél többet mondok, és itt akkor most egy másodpercet, Péter, ha megengedett, kilépek az EP kérdésköréből. Ugye kongresszusunknak az egyik tétje az volt, vagy talán a legfontosabb tétje az volt, hogy próbáljunk meg egy olyan 21. századi Erdélyt elképzelni, leírni, és programok szintén megjelentetni, ami, és itt jön az érdekes fordulat, nem arról szól, hogy az én nyugdíjas éveimet biztosítsa, hanem azt, hogy Csongi és az ő generációja akarjon és tudjon itt maradni. Na most, mi egy vitairatot fogalmaztunk meg, és ezzel kapcsolatban végig fogjuk szafarizni Erdélyt, fogalmazok így, tehát nagyon-nagyon sok ilyen vitát, akár szájkaratét is, de én reménykedem, hogy konstruktív vitát fogunk tartani, generálni, pontosan azért, mert a minden magyar számít, az nem csak abban az esetben fontos, amikor a szorvány, tömb, interetnikus környezetről beszélünk, hanem a tizenévesek generációjától a szépkorúak generációjáig is. Kielégítő válasz volt? Igen. Szétnézek a teremben. Tehát az én papíromon még van 10 kérdés, de ilyen egyszavas válaszokat várok majd, tehát ezt hamar lekeverjük, illetve a telefonomon egy néhány üzenet, ami a Facebookon érkezett, kérdés. De egy szó van, lehet. Nézek szét a teremben, hogy jelentkezik-e valaki, nem, akkor beleolvasok a Facebookról érkezett üzenetekbe. Jött egy privát üzenet nekem az RMDSZ egyik csúcsvezetőjétől, nem a csúcsvezetőjétől, hanem a másik. A szájkaráté moderálásáért mennyi pénzt vettél fel az RMDSZ-től? Ez ilyen porcsalmi bálintos kérdés volt. Hát egy kávét. Tiszta ingyen. A víz állítólag az nincs benne, de a kávét... Bálint volt akkor? Ha
kérdezhető, mondja Farkas Dénes. Törekvésükben mekkora az EU-s fizetések, mekkora az EU-s fizetés és annak járulékai? Hát gondolom az európai parlamenti képviselő fizetésére gondolnak. Ezek nyilvános adatok. Valahol 7-8 ezer euró körül van a fizetés. Ezen kívül van napi díj, az valahol 100 euró körül. 340 euró a napi díj. Én ezt nem is tudtam. Ha így tudom, akkor nem hallgatom. És ezen kívül van a fizetésnél lényegesen nagyobb összeg működésre és iroda fenntartásra, ha jól tudom. Jó. De akkor nem menjünk részletekbe, mert elszomorodik mindenki. De ez motivációnak igen. Rendben van. Na most itt van egy általános kérdés, amit egy az egybe beleilleszkedik a message boxba, és Csilla, megkérlek, hogy 30 másodpercben válaszolj, Ugron Győző kérdi, EP képviselőként mit tennének az erdélyi kastélyokért, amelyek állapota sok esetben nagyon kritikus? Erre nagyon konkrét válaszom van. Elkezdtük már a munkát azzal az Európai Uniós intézménnyel, amely intézmény, figyelem, amely a magánkézben levő kastélyok tulajdonosai, amelyeket közcélra használnak, tömöri. Európai Parlamenti képviselőként az a dolgom, hogy ezt a társaságot összeismertessem, összehozzam az európai biztossal, aki ezért a területért felel, tehát az ifjúságért, oktatásért, kultúráért, sportért felelős biztossal, és közösen változtassuk meg a finanszírozási programokat úgy, hogy a magánkézben levő és még egyszer közcélra használt műemlékek is pályázhassanak az úgynevezett regionális operatív programba. Köszönöm szépen! Csonginak jött két kérdés, és megkérlek röviden, összeszedettem, Kis Ágoston, mennyire vallásos az erdélyi fiatalság? Ez jó kérdés, ma is erről beszélgettem, lassúban találkoztam egyházi vezetőkkel. Én úgy gondolom, hogy talán nem annyira, mint ezelőtt 100 évvel, ez biztos. Viszont mi azon dolgozunk a szervezeteinkben, és pont elegyeztettünk az egyházi vezetőkkel is, ők is egyetértek velem, hogy sajnos ma már nem fiatalok nem annyira templomba járok. Viszont ez nekünk az a feladatunk igazából, hogy ezeket a fiatalokat neveljük valamilyen formában, nem például az egyházi vagy a vallásos nevelésre, hanem azokat az értékeket, amelyekben mi hiszünk, amelyekben mi dolgozunk itt van Erdélyben, azokat szem előtt tartsuk. Én azt mondtam, és ezt megfogalmaztam, és ezt fenntartom, hogy számomra az én szememben se politikusként, se egyházi vezetőként nem szabad legyenek első vagy másodrangú fiatalok. Nekünk el kell fogadni mindenkit, aki itt él, és aki velünk akar közösséget építeni, függetlenül attól, hogy milyen értéket képvisel, viszont azokat az értékeket, amik itthon fontosak, Székelyföldön, Páciumban, azokat nekünk promoválni kell. És hadd tegyem hozzá, hogy nem legyen mindenki. Hadd tegyem hozzá azt, hogy egyébként szerveződnek is a keresztény fiatalok Erdélyben, a mi értelmben is, de van egy keresztény demokrata ifjúsági szervezet, amely az Európai Néppárt hallgatói szervezetének a tagja, és hát ilyen módon képviselik ezt a réteget, és elég komoly tevékenységük van itthon is, meg Európában. És van még egy kérdés Csonginak, V. Molnár Zsolt. Az összes, meg szeretném kérdezni tőle, tehát igen, hogy az összes fiatal hangját akarod hallatni, vagy akik az RMDS hívei, a Minta szervezettel milyen kapcsolatban vagytok? Ugye amúgy, ha a második kör súrmó kérdést feltettem volna, akkor én ezt kicsit élesebben fogalmaztam volna, meg például úgy. Várjál, most a tiédre válaszoljak, vagy a Zsoltére válaszoljak? Meglátod, hogy összecseng a kettő, hogy több felmérés, Bukarestből rendelt, Budapestről rendelt, vagy Majális utcából rendelt felmérés, azt mutatja, hogy Romániában az ifjúsági szervezet, a magyar ifjúsági szervezetek elérése, penetrációja, akárhogy fogalmaznám, elég alacsony. Tehát valahol 10% körül van azoknak a fiataloknak az aránya, akik aktívan részt vesznek, illetve passzívan részt vesznek az ifjúsági szervezetek munkájában, és ennek a munkának a hatását értékeli, érzi. De egyiknek vagy a vezetője, igaz, hogy egy országos nagy szervezet, de az egyiknek vagy a vezetője,
ki tudod-e kiáltani te magadat ebben a kampányban az erdélyi magyar fiatalok hangjának, szavának, arcának olyan körülmények között, hogy akit te közvetlenül képviselsz, az csak egy töredéke annak, aki itt él és szavazati joggal rendelkezik. Az elején elfelejtettem a kérdésedet. De a vége. Tehát én nem kiáltom ki magam semminek, tehát nem kiáltom ki, viszont azt elmondtam és azt fenntartom, hogy én azért akarok dolgozni, hogy a fiatalok hangját, az összes fiatal hangját, aki a mintában, a magyar ifjúsági értekezlet, bármilyen más ifjúsági szervezetben tevékenykedik, az ők hangjukat képviseljem. És igen, többnyire a mintában, amióta én a magyar ifjúsági értekezlet elnöke vagyok, Tőke Ervin akkori elnökkel egy eléggé, nem azt mondom, hogy normális, nem, sőt, jó viszonyban voltunk. Hunorra most kezdtünk el igazából a módja kapcsán egyeztetni, tehát hogy nincsen ilyen versengési viszony egyelőre. Bízom benne, hogy ha lesz is, az azért lesz, az erdélyi magyar fiatalokért lesz. És válaszolva nem, tehát én nem kiáltom ki magam az erdélyi magyar fiatalok hangjának. Viszont azt akarom képviselni, ezt akarom elérni, hogy igen, minden fiatal. Tehát a következő 4 hónapban minél több fiatal akarok kezdet fogni, leülni, beszélgetni, és azon dolgozni, hogy azt a réteget is megfordítsam, aki mondjuk eddig nem volt RMDS szavazó, vagy nem akart az RMDS-re szavazni valamilyen együttés. Szétnézek a teremben, ez az utolsó lehetőség kérdést megfogalmazni. Mert most utána jönnek az áró egybe egy szavas válaszok. Nincsen, ugye? Jó. Akkor 2, 4, 6, 8, 10, 11 kérdés van, nem muszáj mindegyikre válaszolni, egy szóban vagy több mondatban. Hogy álltok az idegen nyelv tudással, a román nem idegen nyelv? Angol. Angol és részben német. Egy szóban nem tudok válaszolni. Én is angolban válaszolok. Francia, olasz, angol, német, spanyol. Ugyanúgy fordító cég működik. Mi a kedvenc kajátok? Töltött káposzta bármikor. A toros pirinszka. 10 mit? Anyám tőzsje. Mit rendelsz a kocsmában, hogyha nincs kedved bele lapozni az itallapba? A rozé picentet. Radler. Sőt. Kedvenc autó. Automárka. Skoda. Kolozsvár 16 CML. Volvo. Nekem nincs. Hajtásod? Most épp nincs. Kedvenc zene. Kedvenc zenekar. Bagosi Brothers Company. Gyergyórán szavaz, csak kár, hogy a szádban gyengék. Csak is az USNK. Hogy van a belgár? Queen. Kedvenc hely a nyaralásra. Nem mondja. Törökország. Már 10. Én nagyon szeretek barangolni mindenféle, nincs egy kedvenc. Nekem nincs egy kedvenc. A jó válasz az lett volna, hogy Erdélyben. Csak is Erdélyben barangolni. Itt ezt elbuktátok mind a hárman, jól van. Mit csinálsz, mivel foglalkozol egy hosszú repülőúton, azon kívül, hogy a lumbágodat masszírozod? Alszom és olvasok. Tévésorozatokat nézek. Tévésorozatokat nézek, alszom és olvasom. Hogy iszod a kávét? Hogy? Nagyon kevés cukorral és sok tejjel. Semmi cukorral, nagyon sok tejjel. Tejjel, cukor nélkül. Jól van. Másnaposság ellen bevált módszer. Sose éreztem ilyet. Nem kell sokat inni. Akkor én leszek az őszinte a kollégák között, egy jó hosszú kiadós alvás, és jó hosszú séta, és nagyon sok víz. De már nagyon régóta nem fordult velem. Nekem egy álgókán is a víz.
Igen. Ezt édesapámtól tanultam apropó ágokán, mint hogy lefekvés előtt be kell kapni egyet, és amikor felkezd még egyet. Lehet, hogy csöngél tudtad volna? Elmondhatok egy sztorit akkor ezzel kapcsolatosan. Péter, amikor a miért fürdőgyűlés zajlott 2 évvel ezelőtt, felhívott engem is, és Rékát is, hogy ketten voltunk jelöltek, hogy akkor holnap, ha bármelyik megnyeri, akkor reggel 10 órakor egy élő adásba felhívni a telefonon. Mondtam Péternek, hogy én leszek, akkor várni fogom a hívását. Vártam. Körülbelül 12 körül ébredtem meg is. Igen, abban a műsorban nagyon sok zene volt. Ezért azóta is elnézést kérem Péternek. Ezt majd meg megbeszéljük. Dédelgetett álom a nyugdíjas évekre. Ez is műves műhely. Orgászás. Ezüst ékszer készítő műhely. Tehát egy bányát. Nem. Tehát én fogok ülni a kalapáccsal és a kis ülővel, és ott fogom bügyürgetni az ezüst ékszer. Néhány évvel ezelőtt még az utazás volt ilyen világkörüli út, de attól tartok, hogy így is annyit utazok, hogy addig már nem maradt semmi késztetésem, úgyhogy most nem tudom, most van. Sport, amit űzöl, kedvenc sportág, kedvenc csapat. Horgászat. Sportolni megpróbáltam, azt mondták, hogy fiatal vagyok és kéne sportolni, neki fogtam sízni, térdemet tönkretettem, neki fogtam teniszezni, a lábamat, a bokám ment, így ízbe kerültem, neki fogtam focizni, a kezem és a derekam ment tönkre, úgyhogy maradtam a horgászat. Én úszom, és szeretem feltörölni a sípáját, hogy előkészítsem másoknak, és legnagyobb örömömre az angyal hozott nekem egy biciklit és egy szobabiciklit, mert egyszer hozott nekem az angyal egy rendes biciklit, azzal hasonlestem otthon a kertbe, és akkor gondolta, hogy biztonságosabb, hogyha a szobabiciklin próbálkozom. A szobabicikli kiváló, mert a vasalt inget fel lehet tenni a kormányra. És nagyon jó az üvegtartója, tudod, ott elvégett. Nekem fitnessterem a sportolási lehetőség tulajdonképpen. Erre a kérdés a jó válasz az FK Csíkszereda és a Sepsiró SK volt. Nem jó válasz adtatok. Mondjuk a kérdések. Melyik a kedvenc foci csapatod? Mondjuk a kedvenc osás csapatod. Van, se baj. Sepsiró SK. Hogy reagálsz, amikor ideges vagy, káromkodsz, csapkodsz, ordibálsz, és vannak tanúk a teremben, úgyhogy őszinte válaszokat várunk. Igen. Mikor ordibálok már, akkor nagyon súlyos a helyzet, de az a csúcs, igen. Én nyugodt természetű vagyok, viszont valóban, amikor nagyon mérges vagyok, akkor ritkán ordítok, nem tudom. Ordítottam? Igen. Akkor ez... Oltán Csongor, Hegedűs Csilla, Vince Loránd, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek is köszönöm, hogy itt voltatok a teremben és a Facebook követőinknek. Gyertek másfél szájkálátéval!